Ha túl sok a klikkben, és kevés a... Sziasztok! Üdvözlünk titeket! Óriási szeretettel ismét podcastolunk. Ez ugye egy podcast csatornaként indult eredetileg, és folytatjuk a jó szokásunkat. Ezt a felvételt megtalálhatjátok sima audio formában a Spotify, illetve az Apple Music platformokon is. És amint látjátok, virtuálisan, vagy digitális térben találkoztunk ezúttal, nem egy stúdióban, de itt van velünk Bandi ismét. Szia Bandi, hogy vagy? Hello, üdvözlök mindenkit, nagyon fantasztikusan vagyok én. Na, és itt van velünk Gergő is, aki ö, ö, hát nagyon hosszú idő után, de ö, elfogadta a meghívásunkat, illetve hát megbeszéltük, hogy akkor dumáljunk dolgokról. Ö, szia, Gergő, hogy vagy? Sziasztok! először is köszönöm a meghívást, köszönöm, jól vagyok. Életem első podcastja <laughs> itt veletek nálatok, úgyhogy elég furcsa, de megfogadtam, hogy 2023-ban sokkal nyitottabb leszek mindenre, úgyhogy itt az első, igaz? Vártam már majdnem négy hónapot, de itt vagyok. Uh -huh. Itt vagyok. Sz szuper. Hát, én, én remélem, hogy ez számodra is érdekes lesz, izgalmas lesz, és, és talán egy, egy jó beszélgetést tudunk majd zárni a végén. Ö így, így még az elején azt szeretném kérni tőled, hogy mutasd be egy kicsit magad azok számára, akik még nem hallottak rólad, vagy nem ismernek, hogy mióta vagy, mit csinálsz a YouTube-on, és hogy így jelenleg éppen miben gondolkozol, vagy mik a nagy dolgaid? Jó. Üm, igazából akkor ezt a szokásos sztorit így röviden elmondanám. Én annó ugye még 2016 környékén kezdtem el így aktívan, és úgy, hogy jó, akkor én most fogok feltölteni YouTube-ra videókat, Előtte kifejezetten csak is a családomnak töltöttem fel vlog videókat, ugyanis én külföldön tanultam, elvált szülők gyermeke vagyok, és mindenkinek külön-külön újra-újra elmondani minden nap, hogy mit csináltam, mert ugye egyedül éltem külföldön. Megmondom őszintén, a harmadik hét után nagyon meguntam, úgyhogy ekkor döntöttem úgy, hogy vettem egy ilyen kis kocka GoPro-t, tudjátok azt, ami csak egy ilyen kis kocka izé volt, nem is a normál, Um, és felvettem, elvittem magammal iskolába, elvittem magammal délután, és nézzétek, ezt hiszem, azt hiszem, feltöltöttem YouTube-ra, volt nyolc feliratkozóm, az nagymamám volt háromszor, meg mit tudom én, valaki még a családból, um, és nézegették a blogokat, viszont YouTube algoritmus, mit tudom én miért, elkezdte bedobálni más random embereknek is, um, ugye Facebookra kiraktam, akik ismertek, nézték, és így jött egy-kettő új néző, három új néző, és így csak aranyosak voltak, kedvesek voltak, írogattak, tényleg voltunk, mit tudom én, 20 -an, 30 an tök jó volt, kérték, hogy menjek már el, azt vegyek valami érdekeset, amit csak ott Londonba lehetett venni, így jöttek akkor az édességkóstolós videók, full random a japán édességek, az volt az első ilyen, és akkor döntöttem, hogy ennek tök jó, van egy kis közösségünk, töltök fel nekik videókat, és akkor onnan eljutottunk addig, hogy eldöntöttem, hogy akkor napi videók, mert így annyira jól beleillett az életembe ez az egész, nagyon jó kikapcsolódás, nekem ez az egész, és akkor itt Mikor most, kezdődött, a... bocsi, ez a napi tizen... videós? ha, Fú, az, hogy pontosan mikor kezdtem el a napi videókat, nagyon régóta keresgélem a videók között, de nem tudom, hogy mikor mondtam ki azt, hogy jó, én minden nap, de tisztán emlékszek arra, hogy ez ilyen, ez nem is a nézők felé, hanem magam felé volt egy ilyen el, elhivatottság, hogy jó, én akkor és minden nap 18 óra nulla kor fel fogok tenni egy videót, hatodik, ha szakad, ha meghalok, akkor van előre felvéve egy videó, mit tudom én, és akkor gyerünk, mehet, be van időzítve majd sokára. Ez PewDiePie inspirálta amúgy? Dentidm, Dentidiem. Nem tudom, hogy őt ismeritek el. Minecraft, nem? Minecraft, így Nagyon nagy ilyen kurva videós. Én őt néztem 90 ban Youtube-on, néztem mellettem minden más, néztem PewDiePie-t amúgy igen, de kifejezetten főleg a 18 óra az Dennek volt az ilyen feltölti a videót, és akkor úgy voltam hogy szerintem ez nálunk is működne, kezdjük el. Ő ugye napi kettő videót töltött fel, még annu, annak idején, amikor én őt néztem, egyet délelőtt, egyet ugye 5 órakor, és akkor így volt az, hogy a, bocsánat, 7 órakor, és akkor így volt, hogy magyar idő szerint 6, vagy már nem emlékszem pontosan, de, de valahogy ez volt. Úgyhogy elkezdtem mindent. Az elején csak vlogok voltak, édességkóstolás volt, aztán bejött ez a fidget spinner őrület, hát Amazonról tudjátok biztos eh, rendelni, ott Primal kijön minden két óra alatt, amit csak akarsz, a hosszabbítótól a körtig. mindenféle hülyeséget rendeltem. Videóba bemutattam, az emberek elveszték, és természetesen, amikor el elértem az ezer feliratkozót, akkor ez egy ilyen óriási nagy szám volt, és akkor akkor volt az, hogy jó, akkor most százezer, hogy meglegyen az a YouTube plakett, és akkor tök jó lesz. És akkor ugorjunk ide mára, Uh, akkor is azért kezdtem el, mert kikapcsolt, jól éreztem magam, tök jó volt a közösség, és a mai nap is uh, nagyon sok videómban elmondom, rengetegszer leírom, elmondom, hogy egyszerűen értsék meg. Tudom, hogy kívülről, ha valaki belenéz egy-egy videóba, vagy megnéz rólam egy véleményt az interneten, sok-sok féle fajta van, van jó, ah. természetesen. Én hiszek abban, hogy az élet egy ilyen balansz, Um, ami jó oldala van, annak van egy rossz oldala, és nincs fény sötétség és stb. stb. Um, és a, az ilyen vélemények között is lehet olvasni, hogy uh, van, aki érti, hogy nekem szerintem egy nyár volt, amikor ez volt a munkám, csak ez, amikor hazajöttem Londonból, és még nem kerestem munkát. Um, tök jó volt a barátnőm, mert akkor csak élveztük, hogy ezt csinálom napi pár órában, és akkor utána szabadok vagyunk. Viszont és közben elkezden... mit dolgoztál? Hú, nagyon sok helyen dolgoztam. Londonban is dolgoztam online, próbáltam Apple Store-ba dolgozni amúgy, tökre volna, de oda sajnos nem vettek fel, mert csak 4-6 órába tudtam volna suli mellett. Itthon dolgoztam egy cégnél, mi vagy ugye a szakmám nekem a közgazdaságtamból diplomáztam, tehát közgazdász vagyok, dolgoztam több magyar cégnél is, igazából voltam így az elejétől hívjuk így a könyvelésen, iktatás, aztán dolgoztam beszerzésnél, rengeteg-rengeteg több. Három cégnél dolgoztam, ebből kettőt személyesen, egyet online. Továbbá én mellett elkezdtem tőzsdézni, azt a mai napig csinálom. Rendesen hivatalosan, tehát nem Revoluton veszek-adok el, hanem rendesen KBC-nél csinálom. Mm. Úgyhogy igazából e ezek azok a, És ugye ma meg már a Tutti Zsúz, ugye ezt 2018 végén én felmondtam, mm -hmm. december, november környékén. Nem tudom ennek a sztoriát is, hogyha gondoljátok elmesélem. Szerintem oda, oda el fogunk majd jutni, Mert, jó. de hogyha jó. már itt a megemlítetted a Tutti juice akkor én azért peccintenék egyet, hogyha úgy van. Tudod Nem probléma. Egészségedre. Hát akkor már én is csatlakozom. Wow! Nem én küldtem. Nem én küldtem, jó? Mielőtt... egy igaz hánt volt nekem, ezt megtalálni egészségedre. A dettó. A simát Kifizetek nem is találtam sehol. Na ez pont probléma. Tegnap voltam a disztribútorunknál, akivel egy olyan vitánk volt, hogy úgy üvöltöztünk egymással, hogy én már elgondolkodtam, hogy ez verekedésig fog fajulni, itt milliárdos cégekről beszélünk, csak hogy így valaki így be akar látni a, a e, kereskedelembe, ez az egy forintért az anyádat is e, című kategória nagyon működik, úgyhogy na, erre ennyit. Ja. Szóval 18, e, azt mondtam, hogy nem bírom ezt, hogy és ez most fény fog hangzani, hogy valaki felettem van és dirigál, mert szerintem vannak jó ötleteim, szerintem vannak jó meglátásim. Tudom, mindenki gondolja, a főnök hülye, az izé, a mit, tudom én sokkal jobban tudnám, de úgy voltam bele, hogy ezt inni tovább nem is szeretnék valami sajátot csinálni, kipróbálni. És akkor gondolkoztunk rengeteg mindenben akkor én nagyon energiaital függő voltam, ezt is sokszor elmesélem. Napi 7-8 energiaital a simán lecsúszott, de nem a hatásáért. Tehát én kávés gyerek vagyok, én reggel megiszom a kávémat, elmegyek vécére, ez tök jól működik, viszont ettől függetlenül imádom a tutti frutti Tehát én például a, a kóla helyett simán, sőt, nem is nagyon iszok kólát. Nekem a tutti frutti íz az én kóla ízem. És ekkor mondta barátom ez a pillanat, amit mindig így mesélk, hogy tényleg a lépcsőn ültem és akkor mondta a Kinga nekem, hogy miért nem csinálunk egy tutti frutti ízűdítő italt, amit nyugodtan ihatsz. Aztán úgy voltam, hogy hogy az Istenbe? Egy, honnan szedek össze annyi pénzt? Hol gyártok? Egyáltalán milyen formula ez? Egyáltalán ez hogyan is mint működik? Mondtam, hogy hagyjál hülyeség, majd kitalálunk valami mást. Oké. Okay. Viszont teltek múltak a hónapok, és utána olvastam, és találtam egy céget Londonban, ahol egy Gergő nevezetű srác válaszolt nekem e-mailben magyarul, hiába, hogy angolul írtam az e-mailt, és úgy voltam vele, hogy jó, ez egy jel, tudjátok, hogy oké, akkor ennek menjünk neki. Neki ültünk, megterveztük, elmondtam, mit szeretnék, hogyan szeretném, stb. stb. Aztán azt mondták nekem, hogy rendben van, egy 60-80 millió forintra lesz szükségem, és akkor itt, tudod, így mondom, ennyi? 60-80. Jó, hát akkor ez, ez annyiba maradt. Köszönöm szépen. Még elgondolkoztam, beszéltem bankokkal, hogy üzleti tervet, tudjátok, hitelt felvenni rá, stb. Mondták nekem, hogy ez felejtsem el. Úgyhogy így jött az, hogy féling, meddig feladtam, viszont akkor találtam magyar gyártót, akinek ugyanígy felvettem vele a kapcsolatot, hogy akkor lenne ez az ötletem, és hála az én, nem egy összeget mondtak, na és akkor vágtunk bele. Viszont majd akkor beszélünk erről később, Nekem azóta ez a munkám. Én ezt csinálom napi 8-10-10 <laughs> sok órában, és én emellett veszem fel a napi videóimat minden nap általában előre. Van, hogyha elutazom, akkor egy nap többet is fel kell, akkor ugye nem tudok dolgozni, akkor szabim vagyok, és akkor csak videózom. De ez a mai napig egy 2-3 óra felvétel attól függően. Van, ami csak 3-4 óra, van, ami 4 óra megvágni, most már barátnőm segít, mert most nagyon felgyűlöm lett a munka, de amúgy azt is én vágtam. Szponzorációkat szinte egyet se vállalok, tehát én amikor elkezdtem a Tutti Juice-t, én úgy döntöttem, hogy nekem a csatornám az a, az én márkám, az én vagyok, akkor legyen az én márkám a főszponzor ennek az egésznek, mondjuk így. Most pont volt egy Igen, játéknak, láttam én is. Igen, a Squad nekem az olyan tetszik ez a játék, így ezt elfogadtam hotom összegért csak azért, hogy ne az legyen, hogy mit tudom én, ö, mást megsértek azzal, aki annó együtt velem dolgozott, de én akkor befejeztem a szponzorációk vállalását sehol. Tehát se Instagramon, sehol nem csak semmi ilyet. Ö, én csak ezzel foglalkozom. És azzal, hogy én ha de most tényleg a tegnapi tárgyalás az, az ilyen remegős volt, idegbeteg, ö, nagyon rosszul voltam, akkor hazajöttem, nekem ide leülni és játszani, azt lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy infantilis vagyok, vagy gyerekes, vagy mit tudom én. De amik, higgyétek el, amikor naponta kell egy Tesco angol igazgatójával, vagy egy ossan francia igazgatójával angolul üvöltözni, az nem egyszerű. Ö, és nekem ide leülni egy Roblox, vagy egy Minecraft játék elé, vagy Valorant, vagy legyen bármi, az hihetetlen. Van, akinek a futás, a kikapcsolódás, nekem ez. Mondjuk így, így gyorsan akkor itt még belekérdezném, hogy akkor miért nem élőben megy ez, mert hát igazából ugyanúgy kikapcsolódsz közben, nem kell megvágni, ott vannak az emberek, tehát hogy miért mindig videó? Miért ez nem ez a... egy nagyon jó kérdés, ugye anno én élőztem először Twitch-en, aztán Youtube-on, aztán jött a Facebook, oda a barátok behúztak, beajánlották, ezt az egészet én viszont biztos tudjátok, szerintem. Facebook szeret... Gamingről beszélünk? Így van, igen. Én is én is élőztem Facebook Gaming-el, havi 80 óra. Én a második hónap után mondtam, hogy köszönöm szépen. Tehát nekem ez a erőltetett csak, hogy legyen, ez nekem nem megy. Tehát nem érdekel, a, hogy fizetnek érte. Egyébként igen? csak, hogy a nézők is tudják, mi már korábban korábbról ismerjük egymást, és abban a korszakban, amikor te ezt csináltad, akkor nekem már meséltél erről, hogy, hogy valahogy ez ilyen. ez nem volt természetes számodra ez, a, nem. ez és a téma. És ezért mondom, hogy biztos furcsa, meg nem hiszik el sokan, vagy nem is értik, de engem ez a pénz oldala itt már nagyon-nagyon nem érdekel a dolognak, ugyanis sem a nézettség, ezzel már poénkodni is szoktam. Tehát nagyon sok olyan videót töltök fel, amin biztosan tudom, hogy nem lesz rekordnézettség. a természetesen százezer előtt hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem néztem a számokat, dehogy nem néztem a számokat, alig vártam, gyűjjön, gyűjön gyerünk, milyen videót töltsek fel, hogy azt megnézzék sokan. Most már egyáltalán nem érdekel. Tehát egyetlen dolog, amiről odafigyelek, hogy ne legyen nagyon egymás után ugyanaz a két videó, hogy itt néző szemmel tudom, hogy van, aki nálam a vlogokat szereti, az együnköt, a Robloxot, a bármi mást, erre megpróbálok odafigyelni, hogy egy kis balansz legyen, viszont arra, hogy ezt meg fogják nézni sokan, vagy sem, nem tudom, azt tudjátok, de én évek óta minden videómat úgy zárom le, hogy ha tetszett, persze lájkod, viszont ha nem, légy szíves diszlájkod, nyomd meg, hagyd lássam. Én nagyon sajnálom, hogy eltűnt a dislike gomb Youtube-ról, nem tudom erről mi a véleményetek, én, én ezt rettenetesen sajnálom, viszont természetesen én látom, és ezért kérem, hogy nyomják meg. Mert ha tudom, hogy ez valakinek nagyon nem tetszik, sokaknak nem tetszik, akkor természetesen nem fogok róla feltölteni. Viszont a nézettség az egyáltalán nem. Úgyhogy igen, én élőztem Facebookon, én azt mondtam, hogy ezt nem kell. Köszönöm szépen, édes, mindegy, hogy mennyire jó a fizető volt ez, nem tudom, hogy ez publikus vagy sem, de tudjátok, hogy azért az elég jó pénzeket ajánlottak mindenkinek. Nagyjából tudjuk, mert Na. beszélgettünk hasonló emberekkel, uh -huh. de amúgy, hogy csak egy kicsit így tematizáljuk, hogy ne csapongjunk amúgy ennyire itt a timeline-on, szerintem beszéljünk arról, hogy, hogy a te videózásodról. Tehát uh -huh. minden nap feltöltesz legjobb esetben 6 órakor, vagy 6 óra egy perckor egy videót. Néha késik. Igen, igen. Nagyon sok videót megnéztünk amúgy most tőled, így az elmúlt napokban szóval van valamennyi van valamilyen képünk erről a egész ilyen munkásságról, amit amúgy így csinálsz, meg nyilván ugye már régebb óta is ismerjük a te tevékenységedet, és hogyha visszatekintünk a régi időkbe, amikor még mondjuk nem volt tutti juice, tehát az a, ez a <coughs> pre tutti juice idők, akkor te erre mennyire tekintettél munkaként? Már csak azért is, mert hogy azért ezt megcsinálni minden nap, hogy minden napra feltölteni egy videót, úgyhogy igazából azt mondod, hogy ez csak szórakozás, és úgymond a fejedbe, senki nem várja el ezt tőled, mégis megtetted azt, hogy minden nap feltöltöttél egy videót. Tehát ez, 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 ez már inkább ilyen munkább jellegűnek tűnik számomra. Te mit gondolsz erről? Ez te teljesen lehet így hívni. Hívtam is így régen, meg a mai napig is hívom. Én ezt ilyen másodállásomnak volt, amikor ez főállásban csináltam, volt, amikor nem. Ez teljesen olyan, mint egy munka. Teljesen igaz az, hogy ez egy munka volt, meg a munka mai napig főleg az elején, amikor az ember még nem szokott bele, most már van egy életritmusom, amit követek, ez megy, csinálom, de főleg régen, amikor, amikor ez nem volt ennyire meg, nem az volt, hogy én ide leülök, benyomom a gombot, és akkor bekapcsolnak a fények, mit tudom én, látod, most a kamera nem indult, de az előbb elindul, minden rendben van, megy, akkor erre időt kellett szánni és kialakítani, ez teljesen, azért mondtam, én ezt egy 4-6 órás munkának simán elmondanám, természetesen mint a felvételtől a kommentre való válaszolásig, mert az szintén ugyanolyan fontos nekem, hogy tartsam a kapcsolatot nézőkkel. Úgyhogy igen, próbáltam márkát építeni, próbáltam én Instagramon csinálni minden ilyen érdekességet, ami működhet, nekem nem jött be. Úgyhogy én maradtam a YouTube-nál, ugyanígy az élőadásoknál. Nekem, ne, nem, nem, nem tudom, én jobb szeretek egy videót felvenni, mint egy élőadás megcsinálni. Nem tudom miért, nekem az, hogy utána megvághatom, rakhatok bele, amit akarok csak felnagyítom a fejem, vagy egy hülye hangeffektet, vagy bármit, nekem az egy plusz szórakozás, hogy jaj, de jó, vagy plusz munka hívjuk így, mert az. És amúgy hogyan lehet az, hogy neked mondjuk 18 óra 0 0 kor mindig jókedved van ezekben a videóban? Vagy éppen amikor felveszed, ugye nem 18 -szorát. Na képzeljétek el, ez, 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 erről én nem nagyon beszéltem még soha, nekem sincs mindig jókedvem, és, és nagyon is utálom, hogyha valaki mindig azt mutatja, hogy jókedve van, nekem is van több olyan videóm, az ominózus üvöltök a nevemet, nem jól tudod leírni videó, stb. stb. Meg amikor szomorú vagyok, erre vannak előre felvett videóim most is, amiket ilyenkor kiteszek. Ami nem akkor lett felvéve, nem úgy lett felvéve, hanem amikor csak azt kell, hogy most hagyj üljek, és hagyj nézek ki a fejemből csendbe, vagy hagyj játszak anélkül, hogy kamerába kéne beszélnem. De ha, ha leülök és elkezdek játszani, Tudjátok, csak saját példát tudok mondani, nekem barátnőm, ő futásmániás, neki ha bármi nehéz baja vagy gondja van, ő elmegy futni. Soha nem kezdi el jókedvel. Soha nem kezdi el jókedvel, néha nem is értem, hogy hogy bír kimenni esőbe futni, de kimegy, mert azt mondja, hogy az elén összeszorított foggal, viszont mit tudom én két kilométer után mosolyog. Én ezt így tudom elmondani, itt tudnám megértetni az emberekkel, hogy igen, nekem sincs mindig jókedvem. Volt úgy, hogy covidos voltam, senkinek nem mondtam el, mert én fú, elegem volt akkor, még én rögtön az elején elkaptam persze. Én covidos voltam, de itt álltam a VR felszerelésben, lázasan ömlött rólam a víz, és erőt vettem magamon, mert én megígértem, hogy nekem lesz hatkor videóm, és persze, hogy akkor nem volt előre felvéve videóm. Tehát hm. most már úgy csinálom, hogy van kettő-három olyan videó, ami így általános valami, amit kirakok akkor, amikor nem tudnák, nem tudnék, bocsánat, felvenni másikat. Tehát akkor ez a streaked évek óta nem szakadt meg? Nem volt egyetlen olyan nap sem? Nem, Szokt volt olyan nap, évek. amikor csak egy rövid két kétperces videót tudtam feltenni, és sziasztok, srácok, mit tudom én, minden elromlott, elveszett a fáj, nem, de itt vagyok, élek, ezeket mm -hmm. és ezeket tervezem, mit tudom én, nincs csak egy betekintést a következő videókba, hogy, hogy valami legyen, ebből nagyon ritka. Tehát a 365 napból szerintem ha egyszer történik, meg ilyen. De igen, és erre én nagyon büszke vagyok, hogy van egy ilyen streakem. És mert... várjál, mert Igen? erre próbálok rácsatlakozni, mit gondolsz azokról a kritikákról, amik azt állítják, hogy valójában neked a tartalomgyártás az igazából egy ilyen melléktevékenység, mert hogy ugye nyilván, ha aki inkább a mennyiségre megy rá, és hát sajnos so, so, lehet ezt mondani, mert hogy nyilván, hogyha minden nap csinálsz videót, az nem olyan, mint hogy egy héten egyet, egybe tudnád belölni ugyanazt az Igen. energiát, meg időt, tehát hogyha ha minden nap van videós, és ennyire gyakran csinálsz, akkor valójában, sok embernek tűnhetett az, mert sok, sok helyen hallottuk ezt a kritikát, hogy inkább a, a saját magad, a brand, a, a merchök, a Tutti juice az építésére használod a, a videózást, és, és hogy a tartalom igazából mellékes, mert hogy az nem lehet olyan minőségű, mint az, az, az a fő üzenet, amikor kinyitsz egy italt, vagy éppen elmondod, hogy milyen új terméked van. Mit gondolsz ezekről a hangokról? egyetért, tehát, hogy úgy, az egyetértést azt úgy, 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 mondanám, hogy, tehát, hogy egyértelmű, hogyha valaki azt mondja, azt látja, hogy Gergő itt van, mindig is ezt csinálja, csak okádja, szarja ki magából a tartalmakat, ennek semmi értelme. Tehát ezt aláírom, valaki ezt így is nézheti. Viszont szerintem, itt ez, ez szerintem egy nagyon nehéz téma, ezen sokat szoktunk így barátok között is vitatkozni, hogy mi az a minőségi tartalom, mi az a jó tartalom. Lehet, hogy említetted, hogy ti szoktatok ilyen politikai műsorban, jól tudom, én nem ismertem, amit írtál nagyon, hogy mibe részt venni, és az úgy egy minőségi tartalom. Na most természetesen ez egy minőségi tartalom számotokra, de például én soha nem néznék és nézek hasonló videókat. Én, ha most említenem kell pár csatornát, vagy, vagy inkább mondok videó stílust, én gameplayt nézek, én TikTokon pörgetem a fingós röhögős videókat, uh, WC-n körülbelül, és uh, uh, a kurzkazakt videókat imádom, de például ott van barátnőm, vagy egyik haverom, ki van tőlük. Az egy minőségi tartalom, mégsem nézi meg. Na most szerintem, uh, és itt azért mondom, a nézői visszajelzés nekem rettenetesen fontos, hogyha én egy nap két-három óra videózással uh, örömet tudok csalni valaki arcára, legyen az 10 éves, 20 éves, 80 éves, vagy 5 éves, azzal a szar szartartalommal, hívjuk így, nekem ez munka, tehát nekem ugyanúgy dolgoznom kell vele, de ha én ezzel örömet tudok csalni valaki arcára, és én szórakozást biztosítok neki, én soha nem azt mondtam, hogy ezek a világ legszofisztikáltabb videói, és ha ezt megnézed, olyan belső békére találsz, hogy hihetetlen. Ez nem egy MKBHD videó, ami úgy meg van komponálva, hogy ilyen nagy robotikus karok veszik fel, meg mit tudom én, micsoda, én azt mondom, hogy egy személyes hadseregként, ott neki van 8-10 embere, én egyedül vagyok, még egyszer ugye Kinga szokott a vágású segíteni, de én, én, ezt össze tudom rakni, és ha csak egy ember azt mondja, hogy figyelj, nekem segített, hogy szaladtál a játékba, azt közben mondtál valamit, én jól éreztem magam, én nevettem, nekem az már bőven elég. Tehát én, tehát ez egy szimbiózis, én ezt úgy hmm. tudnám elmondani, köztem, és azok között a nézők között, akik ezt szeretik. nekem jó, mert levezettem a feszültséget, hülyéskedtem a haverokkal, jól éreztem magam zsédavval, mit tudom én, a nézőnek pedig jó, mert tátott szája, miközben ette a mit tudom én, tejbe papit, mert annyi idős, vagy mit tudom én, vacsorázott a pizzát evett a barátnőjével a tévélőt egy 16 éves. Én úgy gondolom, hogy én megcselekedtem azt, ami, amit, amit ami itt most tőlem tellett, azért, hogy valaki ott boldog legyen én erre, én erre, belehetünk ebbe mélyen, de én ezt így felszínesen így gondolom, hogy természetesen ez nem az én monalizám, amin dolgozok, nem tudom hány évig is egyszer kiadom. Ezek, ez nekem egy kihívás, amit én fontosan teljesítek, és még egyszer, ha csak egy ember is azt mondja, hogy ez jó, akkor rendben van. És ami még fontos, és szerintem ezt sokan nem látják, hogy Ezekben a videókban én nagyon sokszor megpróbálok belecsempészni olyan pozitivitást, vagy egy olyan világnézetet, hogy legyél kedves, segíts. Rengeteget, rengeteget szoktam a jótékonykodásra felhívni a figyelmet, és nagyon is büszke vagyok, hogy a YouTube fizetésből a java részét... Erről fogunk minden... még beszélni, Jó, mert utána csak... néztünk ezeknek. Persze, igen, igen. Csak ez is, nekem ez hmm. nagyon fontos. A rendőrséggel rengetegszer dolgoztam, és dolgozok együtt, hogy felhívjam a figyelmet az adott témák fontosságára, mert én elérem a fiatal közönséget egyszerűbben, mint ők. Um, úgyhogy az, hogy én a mörcsömet págolom, meg a tutti felbontom, ez természetesen a része annak, hogy én itt ülhessek minden nap, és megengedhessem ezt magamnak. Uh, viszont én úgy gondolom, és rengeteg emberrel beszéltem. Hála az égnek az évek alatt rengeteg esélyem volt találkozni nézőimmel, azoknak szüleivel, uh, vagy haverjaival, és nagyon-nagyon sokszor kapom azt, hogy köszönöm, hogy a gyereknek odaadhattam a tabletet, és megnézte a videódat, és tudom, hogy nálad nem fog sem politikáról, sem káromkodásról, sem szexualitásról, meg mit tudom én, miről tartalmat kapni. De nincsenek reklámok a videóidon? De vannak reklámok hát a videóidon. Hát akkor videóidon fej, feljöhet simán egy, egy kormány által fizetett hirdetést, tehát hogy ezen, Á, ezt nem tudod. Ez igaz, YouTube Premium a válasz. <laughs> nem, természetesen nem, azért mondom, hogy én soha nem azt mondtam, hogy ez gyerekeknek készült, és csak azok nézik, Értelemszerűen szerintem, a, főleg a magyar YouTube-on, akiket én ismerek, nagyon sokan úgy gondolják, hogy őket nem nézik gyerekek, de hogy nem nézik gyerekek. Rengeteg embert néznek, fiatalok, gyerekek. Csit, um, nyilván azért, mert hogy a legnagyobb közönség az a, az a gyerekek. A fiatalok, így van, ja. fiatalok, gyerekek. Azért mondom, hogy ha mindenki ezt átváltaná, én nagyon szívesen azt mondanám, hogy legyenek videóim YouTube Kids and Fent, vagy mit tudom én, azt berakjuk, de én úgy gondolom, hogy én soha nem kértem senkitől támogatást, én soha nem kértem senkitől donétet, vagy amit kaptam, azt én azon nyomban jótékony célra. Tehát én az, hogy megélhetési influencerként csináljam ezt, és minden videómat más szponzorálja, nekem én felbontok egy üdítőt egy videó elején, is kész. Más porszívót reklámoz a következőbe, coca cola a harmadikba, pepsi cola a és stb. stb. Én annyit mondok, hogy van a videóimon reklám, azt, ha megnézed, engem támogatsz. Ha berakod az adblockert, akkor meg egészségedre nyugodtan nézd tovább, nekem tök jó. És szerinted ezzel van probléma, hogy mondjuk mások más reklámoznak? Nem, Tehát semmi mondjuk, probléma nincsen. Hogy mondjuk izé, hogy, hogy másoknak minden mondjuk videójában van egy-egy ilyen szponzorblokk. Az, hogy minden videódban van egy szponzorblokk, ez rendben van, hogyha ez egy olyan, vagyis szerintem rendben van, egy olyan visszatérő szponzor, akivel te évek óta együtt dolgozol, és tényleg hiszel, szereted a termékeit, és használod. Viszont az, ha minden videódban valami mást reklámozol, és igazából egy ilyen, nem akarok neveket mondani a celebvilágból, de egy ilyen, um, hogy is mondjam, reklámtábla vagy, aki egyik, egyik reklámba a WC pa papírt, a másikban mit tudom én, mit reklámoz, és ez ugyanígy van YouTube-on is, vagy ha te ingyen kéred a, a, tárgyakat, hogy mit tudom én, adj nekem miért is csinálkra, adj nekem, adj nekem, adj nekem, adj nekem, mert én influencer vagyok. Hallottam olyanról, aki ráírta a géles futárra, hogy én influencer vagyok, add már ide ingyen a cuccot. Én ezeket nem szeretem. Tehát, egy én, én nagyon, biztos régen volt ön, amikor elfogadtam valamit ingyen, de én általában inkább megveszem, kipróbálom, és ha jó, akkor nagyon szívesen segítek a reklámozásába, akár ingyen, vagy akár egy jelképes összegé cserébe. És arra mi, ha... mit gondolsz, hogy, igen? hogy, hogy mondjuk, hogyha mondjuk egy influencer egymással ilyen konkuráló termékeket reklámoz, mondjuk, hogy az egyik videójában, mit tudom én, a coca cola a másikban meg már a Pepsi-t reklámozza. Szerinted ez mondjuk milyen, milyen hogy mondjam, példát mutat a, a, a nézőknek. Szerintem ez egy követendő példa? Nem gondolom, hogy ez, ez követendő példa, mivel, hogy ahogy mondtam, ez nekem reklámtábla feeling, de természetesen, hogyha ez nem egymás után rögtön történik, hanem akár évek múlva, mert megváltozhat az ember véleménye egy termékről. Azt mondhatja, hogy neki ez jobban ízik, ezt jobban szeretem vagy mit tudom én, ez nekem hatásosabb, vagy, vagy, vagy bármi más, vagy itt adódott egy jobb lehetőség, az oké. Okay. De aki szinte minden videójában valami más reklámoz, vagy az ha megnyited az Instagramját, akkor ez igazából egy nem Instagram, vagy nem egy privát profil, hogy betekintést nyerhetsz a videós, vagy akár az normál életében, hanem mindegyik egy reklám. Ha a social media, én például, hogyha mi választunk influencert, vagy videóst, aki Utána ezt a szótom, hogy influencer, bocsánat, de. Ezt uh, mindenki elmondja, de ugyanúgy mindenki használja. Ez igen, mert így értik. Tehát Én a videós, én minden, hogyha ha esetleg megkérdezik, hogy írnak rólam valahol, és hogy hívjanak, videós. Én nem vagyok én, 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 nekem vidis. ez a videós, ez nagyon vidis. Ja. Videós, ez nekem teljesen rendben van. Um, szóval, hogyha megnyitom az adott illetőnek a bármelyik social médiáját, és az, annak, annak a posztjának a 99 a reklám, én én azt nem fogom választani, mert én úgy gondolom, hogy ez nem egy lojális öm, illető, az nem úgy döntött arról, hogy neki tetszik egy termék, hogy neki tetszik egy termék, hanem úgy, hogy ez egy adódott jó lehetőség. És amúgy ezt is lehet úgy nézni, hogy neki meg ez a munkája, ő ebből szerzi a pénzét, ebből tud fejlődni, tehát azért mondom, hogy én soha nem mondanám valamire azt, hogy ez jó, ez rossz. Én, ahogy mondtam nektek, tehát az, az, az nem ennyire egyszerű, szerintem, hogy mi jó és mi rossz, mert minden mögött ott lehet valami, amiről nem tudunk, amiről érdemes, és ugye ezt írtam neked, Bála, hogy ezt nem értem néha, hogy... hogy Anélkül, hogy megkérdeznénk valakit, miért mondunk róla bármit is, tényként állítva, vagy csak akár véleményként állítva. Szerintem, hogyha nekem valakivel bajom van, sokszor volt ilyen ö, az életben, nem álltam neki közönség előtt, hanem először írtam neki privát, hogy már, beszéljünk már róla, mert nem értem, vagy vagy szerintem ez így nem Ugye jó. Nagyon-nagyon szívesen válaszolunk neked erre. Ez azért van, mert ilyenkor privátban az ember fűtfát fát megígér, aztán utána nincsen semmilyen presszúra. Tehát ez volt rajta. rá tapasztalatotok? Igen, persze. nagyon sok, hogyha nem privát, vagy ha nem publikusan történik, akkor nem lehet számon kérni az illetőt, nem lehet, nem lehet semmit, tehát mintha meg se történt volna a dolog. Uh -huh. Ott van egy nagyon kielégítő beszélgetés privátban, oké, okay, ez, egy, ez egy tök konstruktív ilyen akár vita volt, de hogy utána meg semmi nem változik. És, Érdekes. és akkor ez így, Rájöttünk, hogy ennek sok értelme van. Na látod, ez megint egy olyan dolog, hogyha elmondod nekem, én úgy vagyok vele, hogy én, én nem vitáznék senkivel ö, ö, így videómba, vagy élőbe, vagy podcast, vagy bárhogy. Uh -huh. Mégis most teszem, de ettől függetlenül azt mondom, hogy privát érdemes megbeszélni. De ha azt mondjátok, hogy nektek erre volt példa, ez megint egy másik fényt vetít rá, mert hát akkor ténylegesen... Nem érted, magunktól jó. lettünk ilyen emberek, a társadalom tett minket ilyen még Az mondom. utca. Jó. Igen, benned, de tudod, alapvetően mi ezzel foglalkozunk, Jövőre hogy... már ilyen izé Jokernek maszkolva fogunk itt podcastolni, bázd meg. Minket is nagyon érdekelnek a, a, a YouTube-os dolgok. Szeretnénk, hogyha ez egy jobb, egy igazságosabb, egy érthetőbb, egy szerethetőbb hely lenne, és amikor úgymond visszaélést, vagy, vagy valamilyen károsabb dolgot, vagy esetleg valamilyen nagyon vicces, vagy kínos dolgot, vagy alacsony színvonalú dolgot látunk, és beszélünk róla, akkor nyilván, hogyha egy élőadás van, akkor jönnek a gondolatok, mond az ember mindent, de vállaljuk érte a felelősséget. Hogyha olyan van, ami például most is történt, hogy és akár el is beszéltünk majd nyilván, hogy, 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 valaki megkeres minket, hogy hallottam, hogy ezt, ezt ti mondtátok, szerintem nem így van, meg ez, meg ez, így nem korrekt, akkor valamilyen formában beszéljünk erről, és jóval jobb akkor a sztori, hogyha mindenki érti, mert alapból onnan indult a dolog, hogy egy publikus történet. Mert érted, hogyha én a Bandinak mondok valamit, hogy láttam a Gergőnek az új Tutti Juice reklámját, és ez mennyire izé vicces volt, vagy kínos volt, Nyilván akkor nem beszélgetünk most erről. Uh -huh. De így, Jó, így meg hát. lesz belőle valami. Tehát hogyha nem szerepelsz, amúgy így premier plánban, a reklámokban? Amúgy, mm. mint hogy van a Tuti ugye egy YouTube csatornája, ahol gondolom így mennek esetleg hirdetésben is reklámok, Ez tehát így YouTube-on, tehát be, bejöhetnek, mert mit tudom én, és hogy te konkrétan nem szerepelsz miközben te vagy ennek az egésznek a kitalálója. A, az egész brandre igaz, hogy én nem az arcommal szerettem volna ö, egy, egy, egy terméket kiadni, ami, ami akkor él, hogyha én én nyomom és ott vagyok és csinálom, hanem én egy brandet szerettem volna csinálni, amit ha én egyszer már nem leszek benne, vagy nem leszek, vagy, vagy amúgy lehet, hogy azt se éli meg. Ö, ad, egyszer adtam egy interjút, bocsánat, igazatok van, látjátok, nem szoktam ilyenek sokat beszélni podcastom, nem akarok csapongni. Szóval, ö, Azért nem szereplek ezen a, ezeken a platformokon, mert én szeretném, hogyha ez a brand magától is épülne. Természetesen az alapbázisát ennek a brandnek az én követőim, nézőim, a multiknál szokták vak követőknek hívni őket, ö, 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 teszik ki. Viszont többször volt már, is, ezért fejeztem be például azt, hogy ha a boltban meglátok valakit, hogy leveszi a polcról, akkor oda megyek hozzá, hogy de jó, ízlik, neked szeretett, tök jó, szuper, mondj már véleményt, akkor így néznek rám, hogy és van, hogy eltolják a kosarat, ez, ez többször megtörtént velem, hogy azt se tudják, ki vagyok, azt se tudják, mi vagyok, látták, izlik nekik, vagy csak most próbálják ki először, tudod, rengeteg lehetőség, akció volt, mit tudom én, micsoda, és leveszik a polcról, úgyhogy én azt mondom, hogy van pár felmérésünk, stb., most már azért a követőknek, meg a, a fogyasztóknak hívjuk inkább így, mert követőknek ez de a fogyasztóknak körülbelül a fele már azt se tudja, hogy én ki vagyok, csak látta valaki másnál, látta boltokban. Természetesen ezt nem lehet száz százalékban lemérni, de ugye a nyereményjátékainkon, a kitöltők között, kostoltatásoknál szoktuk kérdezni, hogy hol hallott róla, kinél, stb. Úgyhogy én azért nem szeretnék ott szerepelni, mert én nem szeretnék a márkának úgy az arca lenni, hogy rányomom a fejemet. A üdítőre rá van írva, hogy Jánosi Gergő Lötty, és visszanlátás. Tehát én egy brandet szeretnék építeni ebből, nem pedig egy újabb merchandising terméket. Amúgy még uh -huh. egy kicsit a merchandisingről, hogy én arra azért nagyon odafigyelek, szerintem a sok videós barátom csinálja, videó elején vegyél videósbolt, így videósbolt, úgy hogy nem tudom, nálam nem hiszem, hogy látjátok ezt sokat. A végén a kártyákban ott van, mert a szerződés szerint kötelező, de én azért erre figyelek, ha új, ha új minta van, ami nálam évben egyszer általánosságban, akkor azt nekem szerződés szerint kötelező bemutatnom, de ennyi. Tehát uh -huh. euh, én erre azért odafigyelek, hogy nem hát minden Korábban videóm. a korábbi videóin, amikor még nem volt Tutti Juice, akkor szerintem ez inkább visszatérőbb volt, mármint maga a Merck Ez így Plank. van. Már csak azért, mert hogy nem a Tutti juice volt mindenhol a szabádban, hanem mondjuk a jágeres táska, ez meg most mindig is jágeres volt. pólóban vagy. Na, ez Kul. most is, amúgy ezek még egyszer olyan dolgok, amiket nekünk kötelező megcsinálni szerződés miatt, például a videós találkozóknál az elején többi, stb. akkor mehettél, akkor hívtak meg például a Playitekre, satöbbi. Azért uh, ez mi... eléggé ilyen strikt dolognak tűnik nekem. Mármint hogy, mármint, hogy nem tudom, eléggé korlátozza a, hogy mondjam, a, a, az embernek az ilyen kreatív szabadságát, hogy most mindig abban legyél, mert mindig fel legyen tűnt, de Nyilván neked ebből van anyagi hasznod, meg annak a cégnek van anyagi haszna belőle, de azért mégis, nem tudom, eléggé el tudja akár rontani egy videónak a tónusát az, hogyha minden egyes alkalommal ott van mondjuk a jágeres táska, vagy a jágeres bármi, hogyha uh -huh. mondjuk nem feltétlenül erről szól ez az egész, hogy most van ez a mörcs, meg stb. Ezzel támogatni. Amúgy uh, erre kifejezetten emlékszem, képzeld el, uh, még nagyon régen volt, amikor csináltatok egy olyat, hogy a Lurdiban voltatok ilyen élő fellépésen, és ott pont te mondtad, Bandi, ezt, hogy én... <coughs> Mi, rosszul mondtam valamit? Nem, ne, nem, jól mondtad. Ja, ide, jó, jó, jó. Azért, jó. Beugrott eh, nekem az emlék, hogy most így eh, Nekem, nekem az te. volt az első olyan, amikor én találkoztam ezzel az egész műfaja, hogy létezik ilyen, és amikor ez pont egy ilyen voltunk, pont videós barátokkal, és akkor ott mutatták nekem, hogy most ti éppen, vagy te, vagy ti már nem emlékszem. Éppen azt mondjátok, hogy én, fú, nem emlékszem pontosan a szóra, amit használtál, de azt mondtad, hogy én szektát akarok csinálni a jágeres termékekkel, hogy ott van mindig a háttérben, vagy valami ilyesmi volt, nem emlékszem pontosan, és ez engem annyira meglepett, és annyira letaglózott, ugyanis én ezt láttam minden videósnál, mindenhol, hogy ő a saját pólójába, háttérben ott van egy merch, vagy mit tudom én, micsoda, és hogy ez egy ilyen alap dolog, hogy a videósok a saját cuccaikba, mert hát ugye azért terveztetjük őket, hogy, hogy használjuk és lássák az emberek, és ha tetszik, nekik megvegyék. Öm, és ez engem akkor egy teljes mértékben így álltam a. Érted és nem értem, hogy azt mondjátok hogy, és akkor most már szoktam látni, nektek is van. Most én is belenéztem egy-kettő videóba, mert én amúgy nem szoktam, öm, mert. Igen, nagyon rosszul érint, ezt be kell valljam, őszintén. Nekem van amúgy saját. saját akkor lökcsön. neked, bocsánat, igen. igen nekem van Öm, egy... Meg látom egy, a hűtőt a háttérbe, az nagyon rosszul esett. Igen, Öm, emberes hűtőd. Az, hogy közben utána el, el, elküldöd a tutti a halál faszára, és akkor ja, ott van az ember hűtő. Én, én ezt kaptam egyébként, csak úgy. Ha küldök, azt is kitesz? Vicceltem. Ha um, egymásra uh, rakom <laughs> <az kemény lenne. laughs> <amúgy> a kettőt, csak kéne. Azért az kevény lenne. egy a kett <laughs> Jó, uh, nem. Na. Én amúgy ebbe őszintén én bele se gondoltam, hogy, hogy, hogy ez téged nem tudom, rosszul fog éríteni, vagy triggerelni fog valamilyen szinten, hogy van egy emberes hűtő itt a háttérben. De Bandi, ez amúgy... mégiscsak az. Csak ebben te nem gondoltál bele, hogy ez ilyen subliminális reklám. Igen. Hát hogy ez mindig ott van, az, az egy streamben, stb., és az egy display. Van? Szóval az én mörcsöm Igen. ugyanolyan, mint a te mörcsöd ott hátul. Csak hát abból nem kapsz nem kap semmit. semmit. <laughs> hát figyelj, én csak a hasznosságát nézem, hogy néha lehet belerakni sört. Na, hát erre adok én is nagyon szívesen többet is, ha kell. <gül> <gül> um, 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 amúgy nincsen semmi bajom sem az ember márkájával, sem magával, Zsozé atyával. Nem értek egyet -egy sok mindenbe velük. Um, jutottak be helyekre úgy, hogy a Tutti Jusz már létezett, és ez segítség volt nekik, ha tud róla Zsosi, hanem um, Én sajnos nekem volt ebből sok problémám annó, de mindegy, ezt hagyjuk is az embernek a podcastnak a témája, gondolom. Hát fogunk még, tehát hogy próbáltuk tematizálni a beszélgetést, és az elején dumálunk így a, a videózásról, arról, ami a te tapasztalataid, meg esetleg a mi kérdéseink, és akkor utána beszélgetünk az italról, és meg olyan témákról, amik ilyen egy-egy gondolat is így feljön. Jó. É, próbálok csatlakozni még a, az előző ö, témára, amikor arra dumáltunk, hogy <kül> hogy a, a nézőid, ö, hogy mondjam, Viszonylag azért, azt, hogy el lehet ismerni, hogy fiatalok. Tehát e. hogy fiatalok a nézőid főleg, és én mostanában vettem észre, hogy már nem ugyanazt a tónust ütöd meg, mint mondjuk 2017-18-ban. Tehát nem úgy kezded a videót, hogy és stb., hanem csak elindul, normálisan, kut, higgadtan viselkedsz, és, és, például a mostani 400 ezer feliratkozós videódban egész mély témákat veszegetsz, vagy egész hosszasan bontogatsz mélyebb gondolatokat, Holott a, a komment szekcióban meg ugye az látszik, amit még én is annó megéltem, amikor még a Pokémonnal foglalkoztam, hogy a gyerekek csak várják a következő videót, amiben nem tudom te éppen. Robloxozol, Minecraftozol. Hogy, hogy ezt én annó éreztem ezt a kontrasztot, és, és hogy mondjam, egy kicsit aggodalommal töltött el, hogy, hogy valójában én ezt annyira nem érzem jónak, hogy én, én egy kicsit magasabb szintre vágyom, de amire ők vágynak, az meg nem ez. Te nem gondolkoztál még ezen? Nem, azért nem, mert tehát a komment szekciók a YouTube videók alatt szerintem nem mindig tükrözik a, 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 a közönséget, a közönség értékét, hívhatjuk őket hangos kisebbségnek, vagy, vagy bárminek, ettől függetlenül ezeket a kérdéseket ők tették fel, tehát ez mindegyik kiválogatott kérdés volt közülük, természetesen, hogy van, aki leírja, hogy mikor lesz meg leírja a 126. ugyanolyan hülye kérdést, ez teljesen természetes. Ha megnyitunk egy Facebook cikket is alatta, a kommentek java része értékelhetetlen szokott lenni szerintem, amiket én szoktam látni. Ettől függetlenül lehet, hogy az adott cikk, az adott poszt vagy valami ö, ö, sokkal értékesebb annál, ami a komment szekcióban van. Én nagyon szeretem, megmondom őszintén, a komment szekciómat. Én nagyon sokszor szoktam ott vitázni, és az, hogy én most amúgy itt vagyok, az ö, a kommenteknek köszönhető, ö, mert ugye természetesen, amit mondtam, volt nekem egy ilyen, hogy én nyitottabb leszek, és nagyon sokszor kapok... Ö, elég bántó kommenteket a, a bocsánat dögölj meg kurvanya, de nem tudok mit csinálni. Tehát erre nem, szerintem erre nem lehet érteni. De de, bános, de én úgy gondolom, hogy ezt már ezt már sokan, tehát hogy ez már túlléptünk, hogy valaki azt vitatja, hogy az ilyen kommenteknek van Na. bármi jogosultsága. Igen. Ugye, azért van, hogy ezt az ember törli. Erre általában törölni szoktam, mert én nem szeretném, hogy ott legyen. Viszont aki leírja, hogy szerintem, és akkor esetleg, amit nálatok hallott, vagy máshol hallott, én azzal általában leszoktam állni, akár vitázni, akár szépen, akár csúnyán, ott vannak a komment szekcióban, vissza lehet nézni, és nagyon sokan a végén arra jutunk 10-15 kommentváltás után, hogy te ezt miért nem törlöd? Tök érdekes, más már törölte volna. Mondom, én miért töröltem volna? Én nagyon szívesen leállok beszélgetni olyan dolgokról, ami engem érint, és lehet, hogy te rosszul látod, mert mondjuk nem néz utána a dolgnak. Úgyhogy én egyáltalán nem éltem meg azt, amit esetleg te a Pokémon videóknál, hogy esetleg fiatalabb, vagy, vagy nem annyira, nem mondom, hogy érett, érett hívjuk így, érett a közönség, mert Ettől függetlenül rengeteg e-mailt, üzenetet, Insta, PM-et, amikre azért nagyon ritkán szoktam válaszolni, mert én nagyon szeretem megválogatni, én privátban nem beszélek egy nézővel se, tehát ez, ez nálam teljesen tabu. Ezek sokkal, e-mailek, komment szekcióban is lehet azért találni, szerintem értelmesebb gondolatokat. És még egyszer, hogyha ez a videó mégis tetszett az embereknek, Öhm, akkor nem csak a komment szekciót kell nézni, mert tök jó példa szerintem arra, hogy amikor kiteszünk egy találkozót például. Öh, a kommentek 90%-a az arról szól, hogy hát én nem tudok elmenni, mert messze van. Pedig ugye nem is kéne leírnod. Hát egyértelműen, ha nem tudsz elmenni, akkor nem írom le, hogy nem tudok elmenni. Ettől függetlenül sokan eljönnek, és ott vannak, és jól érzik magukat. Tehát hogy az, aki leírta, azt én azért mondom, hogy ezt a hangos kisebbségnek hívni, aki minden alá kommentelni fog. Nem tudom, ti hogy jöttök vele, de én szerintem, ha egy évbe tíz kommentet hagyok, természetesen a saját videóimon kívül, a komment szekcióban akkor sokat mondtam. Én nem szoktam sem azt lekommentelni, hogy hú, de jó volt, nagyon ritka. Vagy se azt, hogy Hát ez egy szar, vagy mit tudom, én nekem ez vagy mikor lesz? Tehát én, én inkább úgy vagyok, hogy megnézem, ha tetszett, lájkolom, ha nem akkor nem csak semmit, és megyek tovább. Tehát én, én a komment szekcióval se szoktam más videóknál nagyon görgetni. Viszont, Öm, én, én ide igen? tudok csatlakoztatni egy gondolatot, hogyha már itt arról beszélgettünk, hogy a bandi mögött van egy emberhűtő, és az ugye úgymond egy ilyen vizuális elem, ami, ami mutat egy tükröt arról, aki aki elé vagy aki mögé be van rakva. Én úgy gondolom, hogy a komment szekció is ilyesmi. Ugyanúgy, ahogy mm. mondtad a Facebook posztok esetén, hogyha legörgeted, és látod, hogy itt egy, mit tudom én, egy hirdetés alatt van mondjuk egy terméke kapcsolatban, tökéletes porszívó turmixgép, és hogyha azok a kommentek mondjuk negatívak, akkor valószínűleg nem fog a termék annyira érdekelni. Mm. Itt a YouTube esetében egy kicsit más a rész, de hogyha megnézel egy Radicspeti, egy Dezső Bence, egy Csigér Alex, vagy egy János Igerő komment szekciót, mindegyiket lehet úgymond definiálni, az szerint, ami ott történik, rendszeres jelleggel szinte mindig megtörténik, mert hasonló tartalom jön ki nap-nap után, és úgy gondolom, hogy ez is egyfajta, ö, ö, hogy mondjam, egy ilyen display, egyfajta ilyen kimutatás arról, hogy, hogy ez milyen közösséget rejt magába, hogyha valaki ide talál, és tényleg csendes kis, vagy csendes többség, és legörget, akkor így hát ő nem érzi magáénak, ő azért se kommenteli, de mert itt valószínűleg ő egy kicsit érette bennél, vagy ő, uh -huh. ő más gondol erről. Tehát, hogy, hogy nyilván marha néző ezt hozzányúlni, tartalomgyártói oldalról, meg alakítani, mert hogyha már valamit elkezdtél és és, és csináltad huzamosabb ideig, akkor onnantól kezdve, igazából csak újra kitermeld ugyanazt az életkort, ugyanazt a réteget, vagy ugyanazokat a felhasználókat, aztán vagy, és erről fogunk beszélni, amit szerintem te is átéltél, hogy vagy egy kicsit lejjebb kúszik, vagy az algoritmus, vagy más miatt az érdeklődés, vagy pedig megújulsz, teljesen más csinálsz, és akkor azon múlik minden, hogy te, a te személyed mennyire tud valami teljesen új dolgot prezentálni és érdekesé tenni. Uh -huh. Ö, én ugye már egy, nekem már egyszer volt egy váltás a csatornámon, egy teljes váltás, ugye, amikor befejeztem a vlogokat, amit csak kifejeztem, nem csak vlogokat, együnk teszt, bármiféle más videót, ami így leültem a kamera elé, és nem egy számítógépen játszottam, átálltam a gameplayekre. Mm -hmm. Akkor a mértékű visszaes is volt a csatornámon, akkor a pici csatornához képest, ö, hogy teljesen megrémültem, hogy Úristen, most vége, van visszanlátás. Oké, okay, ennyi volt, szép volt, jó volt, köszönjük szépen. Ö, de úgy voltam vele, hogy ugye megfogadtam, hogy csinálom, szeretem, kikapcsol, stb. Ezért csinálom tovább is, felépítette azt a közönséget, aki mondjuk szereti a gameplay videókat is. Rengetegszer találkozom élőben olyan emberekkel, akik elmondják, hogy hát ők csak ezt nézik nálam, ők csak azt nézik nálam, ők meg csak azt nézik nálam. Szerintem itt, mivel hogy ennyiféle videót készítek el nagyon-nagyon sokféle témában, Teljesen érthető az, hogy egy komolyabb hangvételű, hívjuk így kérdezfeleleknél, ahol egész, ahogy mondtad, mély témákat érintettünk mondjuk. Vagy csak mélyebben belementél egy-egy Mi Mélyebben egy -egy belementem egy hát, témába. Meg az főleg a... az, hogy ugye egy cégnek a működéséről beszéltél. Uh -huh. és, hogyha, és hogyha azt nézzük, hogy hogyha már, már csak megint a komment szekcióból indulunk ki, illetve hogy mondjuk a csatornádon korábban milyen tartalmak voltak felelhetőek, amik mondjuk izé, milyen... milyen közönségnek ö, szólhatnak igazából, akár mondjuk a Minecraft, ha bár tudom, az egy kurva jó játék, és most kezdtem el játszani a kisfiammal, meg mit Komolyan? Én... Persze. Ja, mert ja. még régen ezzel is, ezt is hallgattam, hogy én szarványos ne, vagyok a Minecraft. Ne, szerintem a, a Minecraftot azt kifejezetten én soha nem kritizáltam, mert én, szerintem az egy mindig is jó játéknak gondoltam, csak még most kezdtem el igazából. Mm -hmm. én, Gergő, én csináltam erről videót, és vitáztál velem el. Emlékszem, jó, bocsánat, ezt szeraktam igazad van. Igen. te voltál az igen. <coughs> szóval, hogy. szóval, hogy. Tehát maga, maga ebből így kiindulva, mégis annyira furcsa tudod az, hogy hogy az ember szerintem joggal feltételezheti, hogy téged viszonylag nagyon fiatalok néznek, már csak akár mondjuk a, <coughs> akár mondjuk a tutti juice miatt. Tehát, hogy például az, hogy te egy olyan, olyan italt adták ki a piacra, ami egy energiaital, de nem az, mert nincs benne koffein, tehát ergo a gyerekek is amúgy tudják ezt inni olyan játékokkal játszol, mint például a Roblox, meg a Minecraft, aminek a közönsége javarészt nagyon-nagyon fiatalok, gumicukrokat teszel, és akkor ebben a videóban meg beszélsz mondjuk egy, egy egy cégnek a működéséről, uh -huh. amit valljuk be őszintén szerintem nehezen tudnak mondjuk befogadni a gyerekek, hogy most ez hogyan működik, vagy miről miről beszélsz te egyáltalán. Uh -huh. Tehát, hogy itt maga a kérdésem az, hogy ezt az egészet nem tartod egy kicsit ilyen, nem tudom, ilyen, ilyen diszonánsnak? Igazából, mint hogyha de külső, szemlé külső szemlélőként nekem úgy tűnik, mintha te egy jóval idősebb korosztályt realizálnál a fejedbe, akik mondjuk te téged néznek. Vagy nyilván lehet, hogy én sem tudom. A... Igen, uh -huh. nyilván én sem tudom azt, hogy kifejezetten mennyi idősek néznek, én is csak így hasonlőtésszerűen a, a, a dolgok alapján tudom feltételezni ezt a dolgot. Ez Szerintem ez megint egy nehéz téma is. Itt lehet, hogy nem is fogunk azonos nézetet vallani, de. Látod, te is most bekategorizáltad, hogy a tutti például gyerekeknek hoztuk létre. Az én fejembe egyáltalán nem ez volt ez az energiaital, ami koffeinmentes. Soha nem akartam energiaitalt, amit koffeinmentes. Az emberek fejében az energiaital szó már alapból rosszul van meg. Tehát ők azt hiszik, hogy az, az a koffein és az erőt ad. A, nagy, az. a cukor ad energiát, a koffein csak pörget. Tehát kezdjük ott, hogy itt itt alapból szerintem nálunk, meg úgy az egész világon nincs olyan, hogy cukormentes energiaital, ez nem is lehet ráírni hivatalosan a dolgokra. mégis isszák és azt hiszik, hogy az energiaital, holott Az, jó, nem menjünk ebbe bele. Az, hogy én ugye gumicukrokat eszek és kóstolok, na most, hogyha nézzünk a, TikTokon, a YouTube-on, bárhol játékkibontástól kezdve ASMR már evésig, meg ASMR már az a 99%-ban felnőttek csinálják, ha nézik fiatalok, ha nem nézik fiatalok, akkor is felnőttek csinálják. A gyerek műsorokat is felnőttek csinálják, Mert természetesen. Jó, több, jobb, több eszközük van arra egyébként, hogy a gyerekeket megszólítsák szerintem. Persze. Mivel jóval szofisztikáltabbak, és jóval jobban tudják azt, hogy a gyerekek mit szeretnének igazából, mint maga a gyerekek. Tehát, hogy a saját korosztályból csinálna valaki, valamit, hát az, az nyilván nem lenne annyira népszerű, mint mintha egy felnőtt csinálná ezt az egész dolgot. Ez Ezzel teljesen egyetértek, viszont ugye, amikor én el is kezdtem az együnk sorozatot, meg a mai napig, amikor csinálom. Pont múltkor megint küldték nekem, hogy az együnk videóra te bandi mondtad, hogy valaki más legalább mond róla érdekességet is úgy csinál. Én nekem annyi együnk videón van, és annyi édességet szedtem össze a világ minden tájáról, verítékkel és könnyekkel, amikor ki kellett fizetnem egy szállítást, vagy bármit, és hogyha ha azt mi összevetnénk, hogy ez az, az adott videó az mennyit hoz, meg nekem mennyibe került, kit érdekel, de ugye pont Hörbi feszegette, hogy nem jön vissza a reggeli ára egy videóba, én ezen meghaltam, na mindegy. Én mindig megpróbálok úgy bemutatni dolgokat, hogy az minden korosztály számára fogyasztható legyen. Tehát én soha nem pró... Mostaná az elmúlt pár évben egy, kifejezetten odafigyeltem arra, hogy ne az legyen, hogy ö, ö, ezt vagy csak ez, vagy csak az nézheti. Én, mi vagy magamból indultam ki, mindig ez sokszor hibám, ö, főleg egy üdítőnél most már, de ö, sokszor, ha magamból indultam ki, én a YouTube tartalomfogyasztási szokásaim alapján készítek videókat, ami engem érdekel. Én a mai napig nézem, ahogy DentDM Minecraftozik, a Mit tudom én, most elkezdték egy új SMP-t, én, a mai napig nézek Roblox videókat is, nagyon jókat szórakozok rajta, én a mai napig nézek mit tudom én lődözős játékra a videókat, én, én ezeket szeretem. Az, hogy az gyerekeknek készült-e vagy sem, engem egyáltalán nem érdekel, hogy mit tudom én, színes karakter ugrál, vagy, és akkor váltsunk arra, ami szerintem ebben nem fogunk megegyezni, azért, mert valaki káromkodik, vagy ö, 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 olyan témákat feszeget Minecraftozás közben, attól az nekem nem felnőtt tartalom. Ez amikor mindig leírják, hogy miért nem felnőtt tartalmat csinálsz, Mi, pornózzak, vagy, vagy mi az a felnőtt tartalom. Valaki mondja már meg nekem, hogy mi az a felnőtt tartalom. Természetesen a kölyök klubban, az RTL klubban, az, azon látom a tartalom. Színes ruhába, hihi, haha, izé, stb. De az, hogy valaki leül és Minecraftozik káromkodás nélkül, a számomra nem gyerektartalom. tartalom. És nem Csillan is. is a káromkodásban rejlik itt a dolog, és szerintem az ilyen diszkonek most közöttünk gyakorlatilag amiatt van, mert nem értünk egyet abban, hogy, hogy mi a tartalomnak a definíciója uh -huh. igazából. Mert hogyha én jól értem a te definíciója, de ha javíts ki, a tévedek, neked már maga az tartalom, csak hogyha valaki elkészít egy bármilyen videót és felrakja az internetre ami mondjuk valamilyen témában van, akár Minecraftban, akár evés vagy akár bármilyen dologban. Mert azt minek hívjuk, hanem videónak vagy tartalomnak? Az hát mi? Inkább csak Nekem, nekem maga a, a tartalomgyártás az az, hogyha valamit tényleg akar mondjuk, van valamilyen célja ennek a dolognak. Uh -huh. ami, ami, a... Olyan, ami egy olyan cél esetleg, amiből, amiből nem az, hogy tanulhatnak az emberek, de így megnézed ezt a videót, és nem csak egy fehér zajt kaptál igazából. Nem feltétlenül kell az, hogy most mindig legyen valami üzenet, mert a gyerekmesékben is utálom ezt, amikor Dóra számoltatni akarja a gyerekeket, meg a faszom tudja mi, mert azt majd megtanulják az iskolába, hanem maga azt tudod, hogy így, hogy így valamit kapjanak úgymond szerintem pluszba amellé, mint amit mondjuk belevizionál az ember, hogy ha már mondjuk, amit te is mondtál, ha már mondjuk mosolyog egy ember, akkor az már, az már neked amúgy egy pozitívum. Tehát, hogy, hogy így hogy így az az idő, meg energia, amit mondjuk belefektetek mondjuk egy-egy videóba, az az érezem úgy, hogy mondjuk megtérül számomra. De miben? Hát nem tudom, ha valamilyen ilyen, hogy hogy én érezzek magamban valamilyen, faszom tudja ilyen elégedettséget azzal kapcsolatban, hogy igen, ezt sikerült úgymond átnyomnom az embereken uh -huh. ezt a fajta uh... gondolatot, amit szeretnék közvetíteni. Ért, értem, amit mondasz, és én a bármelyik videómat, amit kiteszem, én azt úgy teszem ki, nagyon sok videót szoktam letörölni, amit felveszek. Rengeteget, amiben úgy érzem. Azok milyen videók, hogy... amúgy. Azok milyen videók? Mert erre, erre direkt rá is akartam kérdezni, mert említetted. Rengeteg olyan videó van, amit ha felveszek, és úgy érzem, hogy ez nem volt számomra szórakoztató, és így ültem végig, hogy. jaj, ja, ja, itt ez tök... Tehát ilyen, egy értelmetlen, hosszú húzavona, tele mit tudom én, amit én nem néznék meg. Tehát nálam ö, az a mérce, amit én megnéznék. Tehát amit én nézek. Most, mm -hmm. a, és ez, tehát például most van a Robloxban egy retardált idióta játék, amiben másodpercenként gyűlik a mit tudom én micsoda hülyeség. Én imádom az ilyen hülyeséget megnézni. félje, én leülök, ha nekem van egy kis ebédszünetem, én bekapcsolom, én nem egy politikai műsort kapcsolok be, vagy a hírtévét, azt meghallgassam a 126. ugyanolyan idegesítő dolgot számomra, ami mögött például te lehet azt mondod, hogy az oktatja az embereket. Én már ott okulni nem akarok. Hogy te is elmondod, Dóra a felfedező, rohadt unalmas, de eh, számomra, hogy mindig, mindig kell legyen a mese végén, vagy bármi végén egy csattanó, ami azt mondja, hogy ó, tényleg. Viszont most pontos példákat, mert minden nap csinálom, nem tudom, de én mindig megpróbálok belevinni. Nemrég volt egy japán édeségkosztós videó, ahol a japán édeségnek a történelméről csak egy picit beszéltem, ami szerintem tök érdekes volt. Vagy valamelyik másik videómban nem régen volt, és szintén beszéltem valami történelmi dologról, amit így bele tudtam vinni, és szerintem érdekes volt. Vagy már maga az, hogy Nézd, létezik olyan zselés hülyeség, vagy, vagy egy csoki, vagy hogy mit tudom én, tej, vizes tej, stb. Ez egy olyan dolog, hogy az ember ilyen hülyeség, és ez a gyökér megkóstolta, azt azt mondta, hogy fúj. Üm, én úgy gondolom, hogy ez már egy olyan dolog, amit én meg tudtam mutatni, mert ha most ő itt ülne, ő nem tudna, hogy létezik ez a dolog. Na most, hogy számodra ez értékese, vagy sem, azt szerintem mindenki teljesen maga dönti el. Az, hogy a Minecraft videóim végén én meg tudok csinálni valamit, legyen az egy, egy, tudom én, micsoda redstone szerkezet, vagy csak megépítettem egy házat, az megint kidönti el, hogy az számodra érték, egy gyerek számára, egy felnőtt számára, egy bárki számára értéke, vagy sem. Tehát szerintem ez itt ez egy, ez egy olyan dolog, hogy mit tudom én, um, amit küldtem bánának is videót, amit a Tutti Juice reklámokra csináltál, uh -huh. rengeteg meló és pénz volt azokban, te pedig leültél is bocs, de ocsmány módon gusztustalanságokat mondtál az egészről, én nem tudom. Tegnap, tegnap rajta. este megnéztünk, tegnap este megnéztük, és én a saját szaromon nagyon-nagyon nevettem. Szóval <laughs> én utólag visszanézve is, én nagyon vicceltem. Én is nevettem rajtuk. Pedig én akartam az ördög ügyvédje lenni, hogy nagyon most én leszek az, aki, akit nem is az, hogy erkölcsőzként, vagy valami, de hogy, hogy megpróbáltad, hogyha ez egy nagyon méltatlan, akkor, akkor én megvédem. De az a helyzet, hogy, én ezt kontextuson kívül helyeztem. Tehát nem, nem az, hogy úristen, ez most mennyire ártat ennek a márkának, sőt, hát valószínűleg nem, hanem inkább csak valószínűleg több ember hall róla, lehet, hogy rossz véleménye lesz, de az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy nem próbálja ki. Tehát, hogy én, én nem én nem láttam ilyen, ilyen tehát ha negatív reklám és reklámnak láttam inkább, mint sem annak, hogy valakit uh, gúnytűz belőle, és, uh, és tönkretesz mindent. Például ha a... izét izé mémeltem még két évvel ezelőtt a... Action. Mi volt mi a neve? Amonger. Megvan? Hát, e, sok ügyvédi vitánk is volt velük, igen. Igen? Szóval az Amonger. Hogy ő, ő, őket mémeltem, és Instagramon folyamatosan küldték nekem a, nézőik, a nézőim, hogy vették például az Amongert. A Tutti juice ugyanez egyébként. Csak szóval, hogy érted tehát, hogy hogyha én most mondjuk nem veszem úgymond halál komolyan ezt a dolgot, ami a tiéd, és jogod van megsértődni ezen. Azért, mert hogy ez a te gyereked, vagy nem tudom, a, a, a vállalkozás, vagy stb. De hogyha nekem ez mondjuk komolytalan, én komolytalannak érzem, és mondjuk nem érzem magam megszólítva, akkor meg kell teremtenem saját magamnak a kontextust, hogy jól érezzem magam ebbe. Nyilván nem, kérted, nem kértél meg engem erre. Senki nem kért meg engem erre de hát mindenkinek úgymond joga van elmondani, hogy mit gondol erről az egészről. És én így találtam amúgy nagyon viccesnek ezt a dolgot, mert mindig is viccesnek találtam ezeket a dolgokat uh -huh. amúgy. Most próbálok nem megsértődni és nem ideges lenni ezen, mert értsétek meg, hogyha az embernek ö, ö, a élete munkája, amiért ö, kihullott egy időben a szakálla, meg komoly egészségügyi problémákat okozott az idegeskedés, satöbbi dolog, akkor... De én nagyon... ezeket nem tudom amúgy, és amúgy nem is feltétlenül kell, hogy engem ez érdekeljen. Természetesen, persze, csak én az a fajta ember vagyok, aki tehát csak azért, hogy viccet csináljam valamiből, ezt nagy közönség előtt mémeli, és tudjátok, hogy mennyi komment jött nekünk ezután Instagramon, Facebookon, hogy már nem is tudom, mit mondta, hogy faszízű vagy, mit tudom én, mit tudom. <laughs> látod, én ezen nem tudok nevetni, mert én ilyet mással soha nem tudnék csinálni. Mert mert tudom, hogy annak az embernek munkája van benne. Na most, ö, ja, fel lehet ezt fogni negatív reklámnak is, de tehát az, a, az a csapat, aki ezen dolgozott, ö, én, tehát, hogy én szerintem ez szintén egy olyan dolog, ami nem. Tehát én a te videód megnézése után nem úgy jöttem el, hogy én most kaptam valamit. Uh -huh. Kaptam egy kurva jó gyomorgörcsöt utána. Uh -huh. Hogyha látod, ezt jónak lehet titulálni, tehát akkor azt mondjuk, hogy az én egész, mi az édesi koszturós videó után te nem kaptál semmit. Én kaptam ezután egy gyomorgörcsöt, az édesi koszturós videóban pedig legalább láthatott Különleges édességeket valaki meg meghallgathatta a Japánban, milyen ö, az édesség történelme. De mondom, Melyik hogyha meg a másik oldalt nézzük, akkor meg figyelj itt, meg élőben nevetett ezen ezer ember, aztán meg a videóban nevetett izé, videón nevetett mondjuk 30 ezer vagy 40 ezer. Tehát, hogy, hogy érted? Tehát, hogy. Én, én, ezt szoktam mostában mondani, hogy lehet, hogy nincsenek a világban úgymond exakt tények, hanem csak véleménybuborékok vannak. És most két véleménybuborék találkozik, és most megvitatjuk azt, hogy miben nem értünk egyet, hogy hát, ha valamilyen szinten egymásra tudunk amúgy csatlakozni a másiknak a gondolatára amúgy. Mert amúgy, amúgy nem lehet, tehát én, én, ezt gondolom, hogy, ilyen, hogy csak alternatív valóságokban élünk, mert mindannyian gondolunk valamit a világról, hogy szerintünk hogyan működik. És ezeket meg valahogy ütköztetni kell, és beszélni szerintem róla. És uh -huh. emiatt van végül is mondjuk maga a podcast is. És hogy emiatt merek mondjuk megengedni magamnak ilyen dolgokat, miközben nyilván van, van ilyen a fejemben, hogy ez most lehet nem esett valakinek jól meg, stb. 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 Viszont én meg nem feltétlenül szeretném önmagamat úgymond visszafogni ilyen szempontból. Uh -huh. uh, igen, mondja én, én azt gondolom, hogy itt két szempont van, az egyik a hatása ennek, amit szerintem egyikötök se vitat, hogy én nem gondolom, hogy ez, tehát ez, hogy ez anyagilag, vagy valami, tehát hogy úgy rombolja a brand. Jó, lehet, hogy te úgy érzed, hogy ezután, után tudom én, jöttek olyan visszajelzések, amik méltatlanok, stb., de de a másik meg a te személyes, hogy mondjam, inkább traumád ezzel kapcsolatban, ez hogy így ezt van. nem élted e meg jól. Ezt egyáltalán nem éltem meg jól, és ezzel egyetértek, hogy ezt el kell választani, viszont Úgyhogy egy emberhűtő van a hátad mögött, csinálsz erről a videót, nagyon sokan írták, hogy nézd, itt van ez sokkal jobb, mert ez nem faszos ízű, vagy fasz már nem ja, tudom. értem. Meg. Hát akkor lehet az emberek így kapcsolták össze. Nekem é, ez é, láthat... meg sem forrult a fejembe, mert Jó, amúgy é, ilyen célja meg nyilván nincsen. Más ö, persze van. Ö, a, az, hogy te ezt nem értékeled és szerinted ez ennyit ér, öm, ez reteretes mértékben, tehát hogy na jó, mindegy, erre nem mondanék semmit. Öm, sok sikert annak, aki egy üdítőt ennyi év alatt ennyi helyre betesz, és öm, ilyen számokat ér el, egy olyat, hogy a szikszó lekoppintja. Öm, tehát hogyha szerintetek ez csak gyerekek isszák, és ez egy szar, akkor nem tudom, hogy öm, egy nagy magyar multimárka miért csinálta meg ugyanezt ugyanígy. Uh, minket tönkre akarra tenni célnal. Ugyanígy az Amonger, akik, uh, nem tudom, hogy beszéltek róla, majd Max az ügyvédem azt mondja, hogy hülye vagyok, uh, uh, le akarták védeni a nevünket, ez be is azt uh, adták lajstromozásra, a Tutti Drink néve, Tutti Juice, stb. Tutti, így át akarták nevezni Tutti, uh, Among er, stb. Tehát direkt uh, alánk menve, tönkretéve minket, ez egy uh, úriember, aki a pölöskeinél dolgozik. Az ő disztribúciójukon keresztül jutott el ennyi helyre, így, ahogy. Öm... Oké. Okay. De Jó, nyilván, hogy ne... szerintem azt, 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 azt senki nem vitatja el, hogy ez működik és van. Tehát, hogy én sem mondom azt, hogy most ez, hogy most ez, mit tudom, méltatlanul van, mondjuk itt a polcokon. Csak egyszerűen, hogy mondjam. Ez egy marketing anyag volt, érted ezek reklámok? Tehát, hogy én, én, tehát nem az volt, hogy megkóstolt, és azt mondta, hogy. Ez faszizű. Ez csak egy, volt uh... videó, vagy élő nem emlékszem, még nagyon régen, amikor elő másodszorra írtam neked, vagy harmadszorra, amikor uh, Bandi kinyitott egy tutti giust egészség, ja, egészség. Uh, vagy uh, uh, már nem emlékszem, mi volt, és akkor pont azt vitattátok, hogy ez hogy van az osamba a polcokon, és azt mondtad, hogy ennek semmi értelme, miért nem kékszínű, meg mit tudom én micsoda. Én még pont nem értettem, mert mindig arra törekedtem, és ez sokan nem értik. Szerintem a mai napig ugye a legnagyobb hülyeség, roham az azzal szokott tenni, hogy cukros szar, meg ló, hogy meg mit tudom, micsoda, egy kólában majdnem dupla cukor van. Egy kólában rengeteg mennyiségű aszpartán van, egy kólában rengeteg mennyiségű glükószirup van. Mi utána néztünk ezeknek, amúgy nem dupla annyi. Mert megnéztük a doktor Pepe például. Igen, a tuti az meg 7,9. Nem, 7,1, 7,1 per 100 milli. A teában, ha jól tudom, 7. De mindegy, nem is ez a lényeg. A, azt meg megint úgy utána néztetek, de azt tudtátok, hogy miért kezdték el ezeknek a mennyiségét csökkenteni, és miért pont most az elmúlt egy-két évben? Mert ugye azt behoztak. Nem mondtad, egy, hogy az adó miatt. Egy net a törvény, így van. És ugye azelőtt ott van például egy energét, ami azt mondják, hogy úristen, mennyire cukros a tutti juice, bezeg egy hel. De ez hogy lehet hát én, ilyen, hogy ennyire édes, hogy csak 7 gramm cukor van benne? Nem, mert a... ez egy sweet tea. Tehát uh -huh. itt, ennek lesz egy rebrandingje. Ezt még egyszer is itt mondtam, hogy én elrontottam én Amerikában imádom a sweetie nem tudom, ismeritek -e ezt a... Mm. Um, igen. Így van, egy rohadt édes tea. Én imádom az édes dolgokat. Szerintem a tea behűtve nagyon-nagyon finom. Csak 7 g cukor van benne, van benne kétféle édesítőszer, um, és maga az a tea, a fekete tea alap egy ilyen édes tea alap, ami benne van. Um, szóval... Csak ezt az ebben üdítő... van koffein is amúgy? Nincs. Hát, 0,0001 g koffein van, Aha. ezért nincs ráírva, hogy koffeinmentes. Teákra nem kell ráírni a koffein mert annyira elenyésző, hogy nem, nem megtalálható benne, tehát hivatalosan nem kell ráírni, viszont vannak ultra koffeinérzékeny emberek, aki ha megiszik egy nap egy kartonnal, akkor lehet tőle baja, úgyhogy természetesen ezt erre oda kell figyelni, ez le is van írva a teánál, meg értelemszerűen a teában van koffein. Választottuk volna azt az utat, hogy teszünk bele tea aromát. Viszont amit itt el akarok nektek mondani, és szerintem sokan nem fogják fel, akik leírják, hogy ez mérgező, meg mit tudom én, én ezt kifejezetten olyanra csináltam, amit én minden nap iszok, szeretek, és adom a családomnak. Na most, ha szerintetek ez halálos, úristen, borzalmas szar, akkor én odaadnám a 80 éves anyanyámnak, nagyapámnak, családomnak, anyukámnak, édesapámnak, magamnak, barátnőmnek. Természetesen nem. Tehát, hogy nagyon sok olyan brand tulajdonos van, aki nagyon óvatosan iszza a termékét, meg inkább csak mértékkel, stb., mert tudja, hogy miből készül. Én, én fordítva vagyok, én megpróbálom a lehető legjobbat kihozni belőle, mert tudom, hogy én minden nap ezt fogom mindig. Tehát én erre rettenetesen odafigyelek. Én azért mondom, hogy én egy brandet szeretnék építeni. És akkor ezek a videók, persze lehetett volna csinálni erről egy tök jó paródiát, amiben így kiparodizálod az egészet, csak tudod, a kontextus mögötte, hogy utána ez évekkel előtte meg folyamatosan csak ö, 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 ócsárolod. Így nekem nem az jött le, hogy ez egy tök jó. apu kezdődik, vagy mi az isten reklámparódia volt, amiből mindenki ontotta a paródiákat, meg hogy egy másik reklámparódia. Mert ezt úgy csináltad volna, hogy előtte nem beszélsz a tutti, Juice-ról, vagy valami. És megcsináld ezt a paródiát. Még azt tudom, hogy. Jó nekem ez van. teljesen új dolog volt a YouTube csatorna. Szóval nem ilyen izéből mentem bele. Ugyan csak magas a amúgy, És amúgy nem is én szoktam válogatni ezeket a videókat, hanem valaki más. mindegy, ezért vállad a felelősséget, így is, úgyis. Persze, Tehát, nyilván az... vállalom a felelősséget, nem is azt akartam, így lebrásolni, csak mondom, maga ezt, ezt a fajta ilyen first impression dolgot nem, a, nem akarom, hogy úgymond el legyen vitatva ebből az egész dologból. Meg, hogyha azt nézzük, szerintem hogy mondjam, nyilván az évek során azért párszor, párszor beszéltünk rólad igazából, a munkásságodról azt, amit csinálsz, de hogyha, hogyha ez nem is tudom, hogy valamilyen, ilyen, de, de szerintem, ahhoz képest meg nem beszéltünk olyan túlzottan sokat rólad, mint amekkora mondjuk eléréseket generáltál, vagy, vagy amekkora csatorna volt a tiéd, vagy amekkora sikereket értél el. Szóval néha-néha szerintem így évente egyszer-kétszer így feljöttél, mint téma, de azért azt nem lehet kijelenteni, hogy, hogy mondjuk én belőled gazdagodok meg, vagy bármi ilyesmi, vagy abból, amit mondjuk te csinálsz, és mondjuk azt kritizálom, vagy, vagy bármi. Mert hogy viszonylag amúgy elég ritka az, amikor mondjuk te kerül kerülsz amúgy. Például, uh -huh. mit a múlt évben volt, szerintem kettő alkalom, amikor uh -huh. így volt ez az egyik a egyik az új szimulátoros videód, amin én nagyon-nagyon kacagtam. Az... El, és abban volt is vagy? egy alertem is, mert egyszerűen nem tudtam így a saját valóságomba behelyezni ezt, hogy, hogy miért élvezed azt, hogy egy úf szimulátorra játszol az meg. Mert, mert, annyira jó hülyeség. Ti nem szoktatok Steam-en letölteni ótvar is hűlni rajta? Mert én nagyon sokszor. Na látod, és megint egy olyan különbség, ami itt te azt mondod, hogy úristen ez a hülye. De nem is uh, csak az, hanem tudod, maga a tálalás nekem, ez nem jött át, hogy te most ezt, ezen a játékon cringe vagy bármi ilyesmi. Vagy Pedig szoktam jót mondani. Hüly, jót hülyülsz rajta, hanem, hanem én azt láttam, hogy te úgy mondod, hát nem átszellemülve, hanem akkor pont ilyen enerváltabb János Gergőt láthattunk ott a képernyőn, és én azt éreztem, hogy mondom, ezt nem akarom elhinni, hogy elhangzik a szádból az, hogy na ez tényleg zseniális, úf. Ez. Figyeljétek, én egy ilyen ember vagyok, aki ismer élőben, azt tudja, mi baráti társasággal, ha lehet, milyen hülyeségekkel játszunk, amikor játszunk egy pizza a barátaimmal négyen is, és, és tényleg három órákat ülünk előtte, és hülyéskedünk, én teljesen jó, én annyira jól érzem magam, engem annyira kikapcsol, mi annyit hülyülünk ezen, mi, mi ha megyünk valahova és utazunk, tudunk nevetni az ilyen hülyeséken, a nagyon cringe, nagyon szar akkor imádom a faviceket. Én, 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 én azért mondom, hogy én imádom ezt csinálni, és, és én épp ezért soha nem formálok arról a véleményt, aki mondjuk azt mondja, hogy ő annyira szofisztikált, hogy ő, ő a fingáson nem nevet. Na, hát a egészségére ő, ne nevessen a fingáson, szerinte az rossz, és se szoktam nevetni a fingáson. Oké, okay. viszont minden más hülyeségen, igen. És a Fort uh, Ninjákon? Fort, az nagyon. figyelj, zseniális pos uh, anyaguk volt, uh, uh, POS, vagy hogy mondjam, értitek a display? Igen. Tehát, aha, hogy elmegyek a Müllerbe. is. vége kihelyezés. Hogy fingik a ninja, amikor elmész a display előtt oda-vissza, és az egész Müllerbe hajátok a. A pénztárnál úgy mentem vissza a pénztártól, mert a pénztáros azt mondta, hogy ő ki fogja vágni ezt a szart innen, mert egész a így fingott mm. össze-vissza, hogy kinek juthat ilyen az eszébe, és hogy én hülye levettem a polcról. De szerintem el is mondtam a videóba, hogy uh -huh. ezt azért, tehát ez, ezek olyan dolgok, hogy nagyon sokat gondolkozunk, rengeteg ilyen érdekes display anyagunk van, vannak olyanok, amik kiadják a, a, a tutti iszuszt, hogy megszólít egy hang, hogy pszt vagy mit nagyon sok ilyenen gondolkozunk, nincs még nagyon ilyen Magyarországon, tök jó lenne megcsinálni. És hogy én ezt láttam, hogy valaki megcsinálta a fingós diszpléjű valamiket, én úgy gondolom, hogy ezzel mutattam valakinek érdekeset, valakinek szórakoztatott, nektek pedig cringe-elhető tartalmat. Ettől függetlenül én nem gondolom, hogy például az a videó káros volt bárkire is, vagy bármire is, esetleg eladtak több fingó nincsát, és végre a néniknek nem fingott ott a diszpléjen a, a valami. De az a uh, ninja csak ennyit tud csinálni, tehát fingani ennyi. tud. Itt van valahol még mindig. Tudom, az hogy, így, hogy így, hogy ez egy ilyen nagy műanyag dolog, ami púzik. Így van. Még az annyi műanyagba becsomagolva, már most nincs itt, lehet, hogy odaadtam valakinek, uh, az ennyit tudod csinálni, hogy hogyha elmentél előtte, akkor fingott. Volt olyan crazy frogom, amiért elmentél, azt azt mondta, hogy ring, ding, 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 most érted? Hát De a ez járgyerek... amúgy, amúgy igazából ez a termék, jó formán csak az ilyen <coughs> impulzív vásárlást euh, targeteli. Mert amúgy Igen. meg semmi úgymond haszna nincsen, mert gondolom otthon, vagyis nem azt hogy haszna, tehát hogy rosszul fogalmaztam meg, mert hogy otthon mondjuk kirakod a, a polcodra, lehet, hogy idő után már megőrülsz, hogyha folyamatosan fingik valaki a háttérben. Hát nagyon is. Főleg, Azért. hogy meg is történt, és amikor lefelmegy a nap, is fingik, mert ugye úgy érezte, hogy mozgáson előtte, úgyhogy igen, volt kint a polcomon körülbelül kettő órán keresztül. Azért mondom, hogy de rengeteg ilyen dolog van. Az ember bemegy a boltba, rengeteg mennyiségű ilyen szart talál, és én úgy gondolom, hogy én jót kacagtam ezen, ha valakinek tetszett, ő is jót kacagott ezen. Szóval itt amúgy még visszatérve arra az uffos videóra, az pontosan aznap este ünnepeltük a hatodik Euh, évfordulónkat a barátnőmmel, miközben csináltad ezt az érőadást, úgyhogy az, az nagyon szíven szúr. Tehát az kegyetlen, hogy pont augusztus, augusztus, várjál, nem mondhatok rosszat, uh, igen, augusztus vége volt, uh, na mindegy, hagyjuk, erre, típ, erre emlékszem, pedig nem szoktam ilyenekre, de ez nagyon megmaradt, ez mm. nagyon Teljesen beleférkőztem itt a be, amúgy Igen, amúgy ö, zseniálisan. Zseniálisan, sőt, ugye mondtad, hogy nem szoktam visszatérni, nekem pont ö, mutatták, hogy van egy alerted is velem például. Már nincsen. El. Már nincs. Eh? Már nincsen, be, igen. E, e, az, az megint az volt, a, volt. Az volt az a, 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 zseniális a igen, tényleg zseniális uff. Én Ennyi ezt volt. mondtam, hogy tényleg zseniális uff. Ez, na, ez egy tényleg zseniális uff. Ez tényleg zseniális uff. Na, Igen. most már hát vissza fogom nézni azt a videót, meghoztátok a kedvemet. Igazi új Hozzá... szakértő volt ebben. <laughs> Figyeljetek, mi próbáltunk Roblox Igen. játékot is csinálni. Én amúgy azt gondolom, a Roblox-ról bármennyire infantilisnek tűnik, hogy az egy tök jó alap fiataloknak elkezdeni, ha akarnak programozni. Igaz, utána azt nehéz továbbvinni azt a tudást, de modellezéstől kezdve mindenben ö, kiteljesedhetnek, és ha ilyen retardált játékokat csinálnak, hajrá! Én nagyon élveztem. Nyilván. Múltkor néztünk Bánával egy videót, hogy csináltak benne egy ilyen... ilyen nagyon komoly hát, FPS játékot. Hát ilyen COD uh -huh. 2-szerű fps Igen, igen, és igen, és igen, az így, igen. És az a roblox az engine-jében volt, Égy és van. teljesen úgy olyan volt, mintha a Modern Warfare 2 lenne. És, egy, az, és ezt ingyen megcsináltad, ingyen publikálhatod. Szóval azért mondom, én a Robloxot egyáltalán nem tartom egy, ugyanúgy, mint a Minecraftot csak annyi, annyi talán a baj vele, hogy azok a, azok a dolgok, amiket te csinálsz abban az engineben, hogyha megcsinálod, az nem a tiéd. Hanem így van, és ugye nem sportálhatod ki belőle, úgyhogy igen. Úgy, ja. igen. Hát, uh, ja. Viszont szerintem a másik, amit most én itt megint magamra visszavezethetek, hogy ha Roblox gyártó vagy, akkor valószínűleg a, a, a nagy részben a gyerekeket fogod bevonzani, akik még írni se tudnak so, sokszor. Uh, azt akartam itt kérdezni, hogy uh, 2016 óta mondjuk rengeteget változtál magad, tehát szerinted is, ugye? Híztam, ja. Igen. <gül> <gül> Igen. Tónusban szerinted komolyodtál, vagy, vagy, ugyanaz, vagy ugyanaz a, nem tudom, ilyen bolondos faszi, aki minden hülyeséget így, így megcsinál, meg jót nevet rajta, mint, mint annó? Vagy, vagy, ez egy, egy komolyodott, felnőttesedett? Mit gondolsz erről? Az biztos, hogy a, amit te is mondtál, és ezt akartam is mondani ide töké, hogy visszaosztod, az a sziasztok, üdvözöllek titeket, uh -huh. stb. Én nem, azt a Special Effect médiának köszönhetem, akik azt mondták nekem több, tehát amikor elkezdődött ez az egész, csináltam, rögtön jött az e-mail, hogy menjek hozzájuk, mennyire jó lesz, mert ők majd segítenek nekem, én semmit nem tudtam, nem is nagyon fogtam fel, hogy ebből pénzt lehet keresni, főleg nem Magyarországon, azt tudtam, hogy külföldön ebből élnek, de nálunk. Jött a Special Effect Media, és mindenféle héten, bár te még tudod is, majdnem a Igen. közös munkánkat is elkaszálták, szóval ennyire Igen. jók voltak kaptam ilyen tutoriálokat, leírásokat, hogy alakítsak ki egy karaktert, nekik tökre tetszik ez a köszönésem, hogy sziasztok, izé, mit tudom én, micsoda, álljak így a thumbnail meg mindig így legyen. Most ezt akartuk kérdezni is amúgy, hogy ez miért van. Több száz ilyen thumbnail a, Ez csomó, hogy csak, sokszor csak más a poló, mondjuk ilyen két-három alkalommal, de minden alkalommal így a... és ilyen, annyira ilyen, nekem annyira ilyen kurva természetellenesnek tűnik így. Ez az volt. Az De volt, vasztok. én ezt teljes mértékben, nem szégyellem, beismerem, teljes mértékben tudatlan voltam ebben a szférában, hogy mit kell, hogy kell, mi jó, mi nem jó. Nem nagyon néztem így semmit er ezzel kapcsolatban. Jöttek ők, bekebeleztek, bevettek. Volt egy borzalmas konstrukciójú szerződésünk. Nem tudom, azóta szerintem már meg is szűntek. Már bocsánat. Special Effects Media már nem foglalkozik amúgy ilyen partnercégeskedéssel, hanem inkább ilyen média munkákkal. Egyedüli partnercég, ami most van, az a post ami így működik Aha. is. De, igen. Tehát ugye a 99%-át... Jó, meg a pentamédia, ők. de az igen. meg egy teljesen más közeg. Uh -huh. Na, azért mondom, hogy ott az az, az egy teljesen befolyásolt karakter volt, akit ott azt mondták, hogy én ezt csináljam mindig így, mert így lesznek számok, hozzam a számokat, mert ugye 70-30 vagy 60-40-es megosztásunk volt, és hogy hát neki kell ugye produkálni a, a, számokat, meg nekem is kell produkálni. Szerintem... Ja, én... volt foglalva? Persze. A mennyiségek? Meg ilyesmény. Arra nem emlékszem pontosan, de le volt írva, hogy ö, kellett hoznom. Tehát nem lehetett az, hogy én eltűnök és a többi nem csak videót, akkor bontás meg ha éven belül van, akkor mit tudom én, micsoda. Ne arra, hogy közbe közbevágok. Én még korábban beszéltem, még akkoriban ilyen 2018 környékén ugye más videósokkal, akik mondjuk más cégnél voltak a Star Networknél, de ott meg ugye azt hiszem egy millió megtekintés volt a kritérium havonta. Na, tehát azért mondom, hogy ö, itt Kritériumok voltak, én nem emlékszem pontosan rá, nagyon rosszul váltunk el. Én úgy gondolom, hogy annak a megmozdulásnak, hogy Magyarországon kilépjenek azt a, a partner én az elején voltam, és tudom, személyesen ismerek sokakat, akik miattam léptek ki, ugyanis képzétek el, amikor ez az egész elkezdődött, és azt mondtam, hogy jó, nekem ebből elegem van. Én nem fogom azt csinálni, amit nekem leírnak e-mailbe. Ugye a a közös munkánkat, azt majdnem elkaszálták a, a fenébe, pedig nekem az egy óriási lehetőség volt akkor, egy, egy teljesen új dolog. Üm, én azt mondtam, hogy kilépek, erre azt mondták, hogy rendben van, viszont akkor az összes videómat ö, le fogják ö, sztrájkolni, nem fog róla ö, semmit kapni, nem lesz kipusolva az embereknek, ö, én ezt meg nem merjem tenni, hogy, mert ugye mondtam, hogy fogom azt kix tudjátok a stúdióba, viszont látás, hmm. kizárom őket, és úgy megfenyegettek, én voltam náluk Pesten, és megígértek nekem fűtfát, hogy akkor tudod mit, legyen 80-20 százalék, hozzunk neked szponzorációt. Tudjátok, milyen szponzorációt hoztak egy fütyülőst. Ut. Mi? Alapból. Ja, fütyülős ja. pálinka. Alkohol. Nem iszok pálinkát, alkohol is. És mondtam, hogy nekem nem kell hozni szponzorációt. Köszönöm szépen, nekem nem erről van szó, hanem arról, hogy megmondjátok, hogy hol használják csatornategeket, mit írjak le, hova, milyen íz, stb. És én ugye akkor megfenyegettek ezzel, és mondtam, hogy engem érdekel, ráírtam a YouTube-ra a support e és mondták, hogy semmilyen nincsen. X-zem ki őket a picsába. Azt viszontlátás. Úgyhogy meg is történt, kiixeltem, nem történt semmi a csatornámmal, a szerződés nagy nehezen, de megszüntettük, hogy én akkor kiléptem, és tudom, hogy pár barátom például a Star Network-től ezután kezdett el kilépkedni, mert mindenkivel így, ott ígértek fűt, hogy adnak nekik prémium partnerséget, meg kiemelt partner, ez semmit nem jelentett. Hát Jó. igen, valójában ez akkor is úgy nézett ki, hogy ők csak e-maileket küldözgetnek, és behajtják a pénzt, és várják tőled a teljesítményt, és ők meg nem igazán és látod, Elraktak engem egy ilyen hülye irányba. Én azért mondom, hogy az beismerem, az borzalmas volt. De úgy azért nem töröltem, vagy tüntetem el, mert az az én részem, egy részem, tudod? És, és úgy vagyok vele, hogy igen, cringe volt, szar volt ez a beállított dolog, de ott van, Ez az én fejlődésem. És akkor visszatérve a kérdésedre, hogy komolyodtam-e, én úgy gondolom, hogy komolyodtam ezen a téren biztos. Nagyon odafigyelek arra, hogy ne üvöltözéssel kezdjem a videót, Öm, és a szülőktől ne hallgassam esetleg meg, ha találkozom kérdőbe, hogy jaj, te vagy az, aki a tévéből üvöltözik, ne csináld már ezt, című játék. Ettől függetlenül rengetegszer szoktam a játékba üvölteni, mert én ténylegesen átszellemülök. Nemrég beszéltem pont egy videós barátommal, nem szeretnék neveket említeni, és ő mondta, hogy ők azért, amikor felvesznek videót, vagy ő, akkor azért kicsit átszellemül, mindenre jobban rájátszik. Rájátszik, tudod, arra, hogy jobban élvezi, stb én nem tudnék jobban rájátszani. Én ténylegesen üvöltök, az, hogy milyen uff volt, már nem tudom. Zseniális. Geniális zseniális uff volt, ez meg a hülye szavajárásom. Na most én rengetegszer szoktam ilyen, aki ismer személyesen, az tudja, hogy én, én, nagyon szeretek ilyen hülyeségekről beszélni, hülyeségeket mondani, csinálni, aztán vagy röhögünk rajta, vagy nem. Ti cringe rajta, én lehet röhögtem. Figyelj, rajta. van egy idézet tőled, Na, arra kérlek, hagyom. hogy próbáld meg megmondani, hogy ez melyik videódból van, jó? Úristen, quiz? <kül> Hát csak így gondoltam most ide beékelem ezt. Én azt hittem, lesz egy hét, mire meg lesz. Még aznap megvolt. Még aznap este megvolt az 5000 like, hogy a videó felkerül, továbbá már több mint 7000 van, lassan 8000 like van azon a videón, és 30-40 nem is tudom, rengeteg megtekintés. Úgyhogy srácok, ez a duda nektek szól, ez a nyikko nyikko -nyi is szintén nektek szól, ti vagytok a legjobbak. Tényleg a jágerek a legjobbak a világon, nem tudok mást mondani. Tényleg ti vagytok a legjobbak a világon, nagyon-nagyon, nagyon-nagyon, nagyon szépen köszönöm nektek, nagyon vártam, hogy megkóstolhassam. Zselé zsolt fejét. Hát, hogyha zselé zsolt van benne, akkor egy óriási rendelt gumicukor ö, volt, igen. amit az Amazonra vettem. Ott volt óriási púp, meg ö, ö, ilyen óriási zselé hernyó. Igen, ez egy ilyen volt, vagy mi földi. Igen, 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 igen. Hm. Oké, okay, akkor, akkor beleszállítottad. Annó be, be, be. láttad a 444-nek a, négy, a címet? Igen, láttam, 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 láttam. És mit gondoltál róla? Én megmondom nektek őszintén, én akkor sem gondoltam, hogy ez megér egy cikket lehozni, az biztos, hogy így visszagondolva is megnézve, ma már nem így csinálnám meg ezt a videót. Ez egyértelmű. Infantilisnek érzed, vagy, vagy, vagy hülyes, vagy butának, vagy minek látod ezt? Vagy nem az biztosan az cringe. Rossz. Biztosan cringe a, az a, ez a megjelenés, ez a, az, hogy ti vagytok a legjobbak, én ezt a mai napig elmondom, és én a mai napig így gondolom, mert ahogy mondtátok, hogy egy ilyen hülyét akkor hívjuk így engem. Uh, hogy zseniális UFO csinál, és hogy uh, uh, vannak, akik követnek, ők a legjobbak. Uh, uh, most ezt csak így viccből mondom, de ténylegesen. Viszont ez, hogy így ennyire újra és újra, és uh -huh. itt tudom én, ez, ez azt mondom, hogy én soha nem fogom azt mondani, hogy ez nem történt, meg ez így volt. Ez, ez egy ilyen korszak volt. Uh, nem a 444 4 cikke rázott meg, Erről az egész, ezzel az egésszel kapcsolatban, hanem már úgy gondolom, hogy most nem csinálok semmilyen hasonlót, és nem is csinálnék. Én ezt egy karakterfejlődésnek hívjuk, csak ugye én nem játszom egy karaktert, hanem ez én vagyok, én fejlődtem ennyit ebben a világban. Ja, mondom, én, én soha nem írtam scriptet így napi videókhoz, természetesen van mindegyik videónak egy felépítése, ami, ami olyan, de én szerettem éppen abban a pillanatban, amit érzek kiadni magamból, és akkor ezt éreztem, hát figyelj. Ilyen, ilyen hülye voltam, hát ilyen hülye De voltam. ezek a videók nagyon nagyot mentek, és nagyon népszerűek voltak, és én, mi úgy gondoltuk, hogy hát ezt valószínűleg nem a, nem a felnőttek nézik, nyilván a gyerekek fogják nézni, és és igazából úgy tűnt akkor, hogy szárnyal a csatorna. Most viszont meg azt látjuk, hogy, hogy megkomolyodtál egy kicsit talán, és, és már nincsenek ezek a gegek, vagy lehet, hogy a tartalmi struktúra is változott, és most már hát úgymond elkoptak ezek a ezek e, a e, nagyok. Igazából megmondom neked az őszintét, ahogy mondtam is a, a beszélgetés elején, az elején, a, a csatornám elején, amikor ugye hajtottam a számokat, Biztosan láttam én is azt, hogy ez megy, ez jó, akkor ezt kell csinálni. Én azért mondtam nektek, hogy ez, hogy ilyen rendet csinálnak a másikról, nekem ez újdonság volt, mert én nem tudtam, és mi vagy láttam más videósoknak, akik a mai napig ugyanígy hasonlóan csinálják a videókat, és akár külföldi, akár saját ötletből direkt túlnyomva, üvöltve kezdik, mit tudom én, vagyok Mr. Beast, is akkor 24 óra meg mit tudom én, csináltam is erre egy paródia videót nem tudom, azt láttátok, hogy 24 hmm. óra futópadon vagy valami öm, az, az, az nekik szólt öm, a magamból a régi énemet előhozva, ilyen idiótaságot, egy futópadon 24 órát eltöltök, és Ez az, úr az első dolgom, hogy megnézem az utána. a Na. és után, kívül. Kíváncsi, nem emlékszek teljesen a videóra, csak azt tudom, hogy az, az direkt, uh, Angliában van egy csatorna, uh, Angilalában, ahol a, uh, van egy srác, és a családjával videóznak ilyen nagyon túljátszott ilyen Ilyen, ilyen borzalmas, most bocsánat, nem akarok neveket említeni, de a Csaninak voltak hasonló videója a szüleivel. De nem uh, olyan fiatal, han? Nem, nem olyan nem, fiatal. Nem Ez a egy... Morgz. morgz. az az morgs. És a morgzman meg ilyenek. Na, Igen. és nálam is, itt nálunk is észrevettem a mai napig, tehát, hogyha én sajnos megnyitom most a Youtube-on népszerű, fül, stb. nekem évek óta nem volt videóm uh, a népszerűbe, vagy ha a trendingbe. Igen. Uh, Régen voltak videóim, a gaming trendingbe benne szokott lenni valamelyik egy-két videóm, de meg ezt sem nézem. Tehát nem tudom, viszont ha a trendinget megnyitom, én ugyanazt látom, mint pár évvel ezelőtt, ha, ha ez kell, akkor üvöltözve, satöbbi csinálva... Minden több inger. Tehát, hogy minden több inger érje az a embereket 3 izé, másodperc Szóval Tegnap néztem egyébként egy kresszer videót, ami konkrétan ezzel kezdődött, hogy <kül> ezt mondja el benne, hogy, hogy nagyon sok inger ér minket, és akkor minden három másodperc után már van egy vágás. Amit valószínűleg ő is tanultam, hogy valahonnan, mert amúgy ő is így vágja a videóit, uh -huh. és akkor ennek akart egy valamit így mutatni miközben egyébként neki is a videói ilyenek, hogy minden másodpercben van legalább egy fingás hang, vagy egy, vagy egy valamilyen anime sound, vagy, vagy bármi ilyesmi. Csak azért, hogy, hogy az ingert fent tudja tartani, még akkor is, hogyha, hogyha, mondjuk a téma, amit mondjuk feldolgoz, az egy abszolút mondjuk egy átlagos dolog. Elmegy mondjuk kajálni, de azt is megvágja úgy, hogy wow, wow mindenhonnan jön minden. Zseniális ufok ugranak be minden irányból. Szóval, hogy, <coughs> szóval, hogy ez. És szerintem, olyan ez sem annyira túlzottan jó, mert hogy itt meg ugye a vágásban veszlik el a tartalom, mert hogy ugye uh -huh. nincsen kifejezetten úgy nagyon-nagyon tartalmi részenek a dolognak, de mégis úgy struktúráját tekintve, meg egy olyan videó, amit kurvára le tudja kötni a gyerekeket, meg bárkit igazából, aki bekapja az ingert, és akkor csak Ősz, végignézed, és akkor wow, mennyi fehér zajt kaptam. Nem, nem mondod, Gergő, hogy ez változtatott, hogy, hogy bejött a TikTok, meg ezek a sokat. Pont a formátom, TikTokot akartam mondani. És eh. amiatt ezek a videók egy kicsit már nehezebben tartják fel figyelmet, és ezért látni Biztos. az Ice Blue nél a Dogi Andinál, a Zsédavnál mindenhol, hogy jóval kevesebben nézik már. Eh. Ezt pont ezt akartam mondani, és én szerintem többször említettem már, lehet, hogy videókban vagy élőben, ha nem emlékszem, hogy én boomernek érzem magam már a TikTokhoz, mert én ha megnyitom, és elkezdem görgetni, és tényleg ez van, hogy három másodpercenként történik valami, legyen az akkor hang, vágás, effekt, mit tudom én tör én, ne, én ilyen tartalmat nem tudnék csinálni. Fizikailag képtelen vagyok most már rá. Régen sem a vágások, csak a hülye hangok, a soundboard, stb. Én amúgy a soundboardot élveztem, most is letöltöttem pont egy programot, hogy majd beleteszem, végül nem tettem bele egyik videómba sem, mert úgy döntöttem, hogy ha kell vágásnál beaddalak egy uffot, vagy bármi mást. De én már erre képtelen lennék, biztos, hogy emiatt estek vissza a számok. Megmondom nektek az őszintét, én ezen egyáltalán nem sajnálkozom, vagy egyáltalán nem sajnálom, sőt, én kivenném a YouTube-ból, ha lehet ezt az 1 per 10, vagy 10 per 10-es rendszert, engem megöl az, hogyha megnyitom a Youtube-ot, leír, hogy hát, sajnos ez szar volt, ezt nem uh -huh. nézte még senki. Ha pedig jól sikerült, tűzi játék, minden, uh -huh. csinálj még ilyet. Neki. Na, uh -huh. én ezt, te, én ha legszélesebben tehetném, ezt kitörölném az egészből, de rég, most már tűzi játék pattog is, ha ott hagyod a stúdiót, akkor egész nap így lövi neked a tűzi játékokat. Én ezt nagyon nem bírom, mert én értem a Youtube-ot, neki azt kell, ott legyenek, nézzék, annál több reklám, így értelemszerűen. Van. Viszont nekem visszajelzésnek sokkal fontosabb a like, dislike, a komment szekció, a, a, az, hogy én hogy éreztem magam a videó felvétele közben, sokkal fontos. Tudom, hogyha például kiteszek egy Valorant videót, alig fogják megnézni 5000 6000 ahhoz képest, hogy ugye régen 30-40-50, most átlagosan egy olyan 20 ezer megtekintés van egy videómon, ö, nagy átlagban de tudom, hogy nem fogják megnézni. Ettől függetlenül kiteszem, mert úgy gondolom, hogy van egy kis réteg, aki szereti a csatornámon, én rohadtul élveztem azt felvenni, kiteszem. Azt, hogy most nem hozza a számokat, és a YouTube leírja, hogy hallod, meg fogsz dögleni, kész, vége van, ásd el magad, 10 per 10, úristen. Így jártam, köszönöm szépen. Úgyhogy én sem a sorcokban biztos akkor láttátok, hogy nagyon nincsen a sorcom. egyszer kétszer a próbáltam én vágogatni. nem tudom. mi vagy én? Én ezt a tartalmat nem fogyasztom, csak hogy mondtam, wc ülve, lapozgatom néha, meg a küldenek linkeket a TikTokról, megnézem. Én ezért ilyen tartalmat már nem tudok csinálni. Lehet, hogy régen így visszamenve ö, ilyesmi tartalom volt a csatornámon, <coughs> nem töröltem le. Szerintem, ha visszamegyünk, akárcsak akkor egyén PewDiePie csatornán, rengeteg cringe videót fogunk találni. Az enyémen is biztos van. Hep. Persze, nekünk is volt már olyan videónk, ahol egymásra, egymás régi videóira reflektáltunk, hogy uh -huh. mennyire kínos volt mondjuk két-három évvel ezelőtt, ahogy kifejeztük magunkat, vagy, vagy mennyire túltoltuk akár én, vagy uh -huh. a bandi. Szóval, hogy mi igyekszünk az én a ön önreflexiót is gyakorolni uh -huh. kifelé. Hát már nem maradt olyan nagyon sok időnk, de szerintem még van egy-két érdekes dolog, amit meg akartunk tőled kérdezni, úgyhogy arra kérlek, hogy most Röviden. próbáljunk meg, igen, rövidebben válaszolni. Például van egy ilyen kérdés, amit felírtunk, hogy volt egy ilyen mörcsöd, lehet, hogy még mindig megvásárolható, amin egy Minecraft karakter van, ami gondolom téged jelképez, még az az, az, az era, amikor szőke hajad volt, hosszúra hagyva, fölül összegezve, Igen, és, és ez a kis emberke egy tutti juice ital tart a kezében, és ez van a pólón, hogy hogy hogy, tehát, hogy akkor mégiscsak a kettő valahogy egy, egy univerzum, vagy egy dimenzió, mert itt volt ahol egyetlen egy pont, ahol láttuk ezt találkozni, uh -huh. hogy valami, amit és így mind a kettő ott van, a Gergő is, meg a Tutti Juice is. Hogy uh -huh. ez, ez milyen döntés van e mögött? Ez olyan döntéssel született, hogy azt mondta a merch gyártó forgalmazó cég, hogy Gergő, kell új, mint a most, mert nem volt neked már, mintád váltásba. Itt a mi közegünkben biztosan találtok olyan videóst, akinek hetente, havonta, ha jön egy új játék, van egy új mörcse, mit tudom én, én nem ez vagyok, viszont szerződés szerint kell eh, produkálnunk új mintákat, mert az jó annak a cégnek, <kül> és akkor úgy voltam vele, hogy akkor miért ne üsek, eh, két egyet egy csapásra, legyen rajta a tutti is a terméken, csak stilizálva, meg legyen rajta a Minecraft karakterem, amit sokan ismernek, szeretnek. De ez mennyire um, meta amúgy? Tehát, hogy maga egy reklámon, hogy a Temurcsődön van egy reklám. Én nem. Én, figyelj, én a, én a Tutti Juice nem tartom velem kapcsolatban reklámnak, mert az én vagyok. Ö, hogyha térjünk vissza, például ott van mögötted az emberhűtő. Ha elindítasz egy José streamet, nem tudom, nem néztem nagyon, de ott mindenfelé felvillan meg ez a leírás meg mindenhol ott van, akkor ő pedig ott nem tudom, hogy a cégben milyen mértékben vesz részt ennek az egész tevékenységnek a dolgában. Én, ha jól tudom, javarészt marketing részem meg az arcával reklámozza. Én a alapanyag beszerzéstől a logisztika kiépítéséig és a kapcsolattartásig része vagyok ennek az egésznek. Nincs olyan folyamat, amiben én nem vagyok benne. Tehát um, te inkább vagy tutti juice, mint videós? Igen. Hívjuk így, én inkább vagyok tutti, mint videós, mondjuk így. Ö, igen. Figyelj, Ugye, amikor mert... Casey Neistat csinálta a csatornáját, annó nem tudom, emlékeztek-e biztos, ö, azért ő meghatározó alakja volt a Youtube-nak. Ő is elmondta, hogy a videóiban ő fogja reklámozni azt a céget, amit csinál, ö, mert neki az az élete. Én szerintem rengeteg érdekes dolgot meg tudok mutatni a Tutti zsúzon keresztül. A nézőknek egy teljesen új világ. Szerintem ez egy nagyon érdekes dolog. Én nagyon régóta tervezek Tutti Júzzal kapcsolatos sorozatot, ahol az elejétől a végéig elmesélem az egészet, mert nagyon-nagyon sok tévhit van a kereskedelemmel kapcsolatban. Akár csak egy polci árképzéstől, egy egy belistázásig, egy akción keresztül. Úgyhogy a Tutti Júza nem fogjátok azt rá, írva látni, hogy ez gyártja, ez meg forgalmazza, ez meg tőti, meg izi, az csak én vagyok. De egyébként ezt, ezt, ennek próbáltunk utána járni, és ezúton is majd szeretnénk megköszönni, meg nyilván a leírásban rakjuk Antóniának és Kamilának a segítséget, hogy, hogy pontosan hol gyártják a tutti Vagy ez, ez változott az évek folyamán? Melyik országban egyáltalán? Több helyen gyártottunk, most Magyarországon, de amúgy Szerbiában is gyártottunk, sőt Lengyelországban is szerettünk volna, és lehet, hogy fogunk is. Üm, doboz, beszerzésektől, az alapanyag beszerzésig, az alapanyag német és magyar országról származik, tehát amit lehet, azt én belföldön csinálok, mert itt a legolcsóbb, kivéve most, <hums> ugye? A pontos gyártócéget, meg akikkel bérgyártatunk, azt nem szeretném, nem szerintem nem tartozik így nagyon senki, de nincs is benne titok, melyik Magyarország legnagyobb és legmodernebb töltősora, hol van, én nem tudom, nem, nem foglalkozom ezzel, nem. De, de Hell ismerős? Uh -huh. Na, uh -huh. tehát nekik van Magyarországon a, sőt, Európa legmodernebb és legnagyobb gyára, és töltősora mind raktárja és minden. Hell utca egy szám. Így van, így van, szikszón. A Hell utca egy szám, ez úgy jött, őnáluk töltöttük a java részét a termékeinek. Uh -huh. És most töltjük. már nem. De töltjük, töltjük. töltjük ja, töltjük még most is. Van, és Most úgy, 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 hogy ugyanennek a cégnek van egy konkurens terméke veletek? Azt adjuk, hogy konkurens terméke van, de <coughs> itt, ha marketingbe belemegyünk, az ilyet még tudti nem itt áll, és ha ti láttátok volna az első dobozt, hogy hogy néz ki. Uh, itt nagyon komoly, erről tényleg nem beszéltek, de, 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 itt, itt nagyon komoly harcok mentek, tehát itt uh, ügyvezetői szinten a helnél ezzel kapcsolatban. Én a mai napig, ez egy nehéz téma, jó, ezt biztosan értitek ti is, a céget kell néznem, a céges szempontból elhagyni őket jelenleg nem tudom, mert nincs még egy olyan hely, ahol ezt pótolni tudnám jelenleg. Ezért ezt próbálok több lábon állni. De amúgy ez, ez, nagyon látványos, mert én, mit tudom, én próbáltam beszerezni egy, egy italt tőled, hogy, hogy beszélgessünk volna, kicsit oldjuk a hangulatot, és, már nem volt abban a nagy párban, ahol szoktam. Az OMV-n sem találtam, ugye a benzinkúton nem találtam a DM-ben sem, viszont mindenhol raknyapnyi, <coughs> posznyi, hűtőnyi, szikszó tuti, frutti ízű um. ital volt. Tehát látszik, hogy, hogy a, a, nyilván a piac legnagyobb kutyája, az itt is fog teret nyerni, mert látta, hogy ez a rés, ez, amit felfedeztetek, ez, ez még tágítható, és meg is indult. Sőt, sőt. Megnézzük meg erről... a 2021-es beszámolót. Ja, vagy megnézték, igen, a, a beszámolót. Mivel, hogy náluk gyártottuk a részét, így mindenről tudnak, tehát uh -huh. az alapanyagtól a eladásokig, <laughs> hát akkor... a a mindenről. Itt azért mondom, hogy ez egy nagyon nehéz téma, itt tényleg szerződések kötnek, nem beszélhetek erről, nem szeretnék velük ebben többször vitázni. Értitek szerintem, én egy porszem vagyok, egy helhez képest. Szerintem még Porszám sem vagyok. Egy helyhez képest ami 55 országba szállít milliárd számra üdítő italt. Pff, ez, ettől függetlenül viszont kiártam a termékünkért, kiálltam magamért, amit lehetett elértem ezzel kapcsolatban. Ez egy nagyon fájó pont, és. és ilyenkor fáj, amikor valaki még jobban oltja ezt az egészet, holott én tényleg csak jót akarok, és én tényleg csak, csak ezt szeretném csinálni és én tényleg úgy gondolom, hogy kitaláltunk valami jót, mert rengeteg koffeinérzékeny, rengeteg terhes anyuka, rengeteg fiatal van, aki emiatt letette az energiaitalt, vagy mert ugye terhes is nem ihatta, és, és ezt itt helyette, és, és utána nem tért vissza az energiaitalra. Én le tudtam erről a függőségemről szokni az íz miatt, és mint láttátok, ez az íz megállja a helyét, mint egy normál üdítőital. Tehát miért ne lehetne tutti-frutti ízű üdítő, ha van ha már szörös barackos, megy, ez fasz, faszom tudja, milyen üdítő itt Miért ne lehetne egy tutti frutti Tehát azt nem tudom felfogadni, úgy látom, sem veletek, vagy remélem sikerült, sem senki, sok más emberre, hogy én ezt nem kitaláltam, hogy ez gyerekeknek lesz, ez, ez az én álmom, hogy tutti frutti mindenki számára elérhető legyen, és ne 15 darab Red Bull Hell Burn Monster, itt nem márka, ne energiaitallal érje már el ezt, amit én elértem, hogy betölti azt a vágyat. Láttam, Bánat, te sok, szokták kólát inni. Na, nem tudom, hogy szereted-e függője, vagy stb. Én a Tutti Frutti íznek a függője voltam, és egy egészségtelenebb alternatívát kellett innom. Most tudok egy egészségesebb alternatívát. Abban nem menjünk bele, hogy az üdítő mennyire egészséges. Mert a víz, ha a vizet innál, is meghalnál. Szóval Egyébként Bandi utána járt, és a Dr. Pepperben még kevesebb cukor is van, mint a Tutti Ez így, valahogy, de nyilván az nem egy annyira ügyetek. tömegtermék itthon. A Dr. Pepper a világ első ö, ö, üdítőitala amúgy. Ö, a kedvencem amúgy. Na, én van. is nagyon szeretem a Dr. Peppert. <coughs> viszont itt a cukrosságra azt kell megérteni, és erre szerintem nem lenne elég két óra se is vitatkozhatnánk orvosokkal, dietetikusokkal. A cukor az nem mindig, sőt, nem károsabb, mint a töménytelen mennyiségű ö, édesítőszer. Például a Coca-Cola termékekben, azt most nem tudom, hogy a Dr. Pepperbe, de a Coca-Cola és a Pepsi fő termékekben, vagy a Dr. pepper is Pepsi disztributálja Magyarországon, aspartámot használnak el. Tehát, hogy én, ha nekem lesz gyerekem, vagy ha én vagyok, én százszor inkább leemelek egy cukros üdítőitalt a polcról, mint hogy egy kóxérót igyak, ami tele van aszpartámmal. Amiről tudom, van, aki azt mondja, hogy nem is rákeltő, van, aki azt mondja, hogy de rákeltő, az biztos, hogy nem egészségesebb, mint a cukor. Tehát a mértékkel fogyasztott-e természetes cukor még mindig jobb, mint a mértéktelen mennyiségű szintetikus édesítőszer. A Juice-a például ezért nincsen ö, csak természetes édesítés, a Stevia és a cukor. Szerintem ez a legjobb kombó, amit meg lehet csinálni. A, a, titkosnál már játszottunk ezzel, ugyanis a magyar embert nem nagyon érdekli sajnos az, hogy én mennyire figyelek oda, ő sajnos árérzékeny. És ha én azt szeretném, hogy ez elérhető legyen az emberek számára, akkor, akkor sajnos néha ki kell ezt játszani. Meg igazából fáj az, hogy ha én kiteszem, hogy ez egészségesebb összetevőkben és leírek, hogy szar, és megveszik a coca ami meg tele van tényleg szintetikus cuccokkal, édesítéssel, Na, mindegy. Eleinte amúgy nem csak édesítőszer volt a tutti juice Nem, mindig is ugyanez volt. Mindig a receptúrán soha recep... nem változtattunk. Mm -hmm. Igen, ezt is sokszor rosszul mondja mindenki, hogy stevia van. Csak nem, ebben mindig volt cukor és stevia, tehát csökkentett cukortartom. Akkor, amikor mi kihoztuk a tutti a piacon, mindenki 10 gram per 100 ml cukorral volt. Aztán bejött a neta, ugye ment, ha most nagyon egyszerű dolog, a cukor az körülbelül kilencszer vagy tízszer, most nem tudom, hogy nagyon változik az ár, drágább, mint egy édesítőszer. Tehát ha te nagy haszonkulcsal szeretnél dolgozni, egyértelmű, hogy zéró terméket csinálsz. Továbbá a piac nagyon a felé tendál, hogy zéró, mert az az egészséges, attól tudok fogyni, az nem hízlal. Abban már nem gondolnak benne, hogy a mértéktelen mennyiségű édesítőszer az ugyanúgy az inzulin szinttel játszik a testben, szóval Ebben én nem akarok ilyen mélyen belemenni, én belementem ennyire mélyen. Tehát én ott ültem a laborba. Én nem úgy voltam, mint nem akarok mutogatni, hogy jó, van egy stock tutti, frutti íz, ez van az energétorokban, ne rakjunk bele koffeint, visszanlátás. Tehát mi a tutti juice ízét, ez nekem le van védve formulába, ez az enyém. Ezt én csináltam. Ezt én csináltattam. Ez, ez a miénk. Ö, természetesen a hell egy kis kicseréléssel ö, meg tudja csinálni. Ez ugyanúgy, mint a Red bull sem tudta levédeni az energiai Hát tart. a kettő között amúgy nagyjából az a különbség a Hell, a, Sixo meg a Tutti Juice között, hogy a Sixo-ban van C-vitamin, azt hiszem. Így van. Plusz, 12 mg. Igen, meg um, kevesebb benne 0,1 g e e Igen, a cukor, igen, pontosan. És nincs benne kétféle Tutti Frutti, abban csak egyfélét raktak. Ezt az vesz észre, aki nagyon kóstolgatni akarja. Nekünk kettőféle Tutti Frutti aroma van benne, nekik egyféle. Hát meg lehet, hogy így árban is alá tudnak vágni. Tehát mondjuk egy Sixo 2 vagy 199 az útiguszt, meg 2,45 vagy. Ö, ö, ez is egy nehéz ez az árazás. Én mennyire annyira vettem. Tehát én Na, az 199 ért vettem CIXO. Miért én. vettél? Ö... Mert ö, meg akartam kóstolni. Jó. A, a... Most a mit az árazás szóval? ez egy si? Ma Bocsánat, megkóstolhatod bármikor? Még nem. Ja, jó, okay. Hát most nem itt, nem itt a Gergő előtt akartam. Azt kellek, nem van az nekem olyan... Szemeket fel, meg. <laughs> ja, Igen, így pofát lenul csak azt hiszem végig. Az nagyon fájna. Az egyszerűen fájna. Uh, igen. Szóval... ez, bocsánat, bocsánat, hogy ez vigasztalni már ittam, és szerintem ihatatlan. hatatlan. Uh -huh. Köszönöm én... szépen. A tuti jaj, is sihatatlan, várjál. Micsoda? A tutti zúzis ihatatlan? Azért most erről nem akarok véleményt mondani, ne haragudj. Jó. De figyelj, ezek, ezek, ezek voltak most, amiket megvágtam. nem vágtam, hát nem vágtam pofákat sem, meg semmi. Nem is. volt fasz íze, vagy milyen, nem, vagy nem, nem, nem de figyelj, itt, hogyha most visszatérünk erre a dologra, itt nyilván nem arra van szó, hogy azt gondolom, hogy fasz íze van a tutti hanem ott ugye az volt, hogy abban indult ki, hogy a titkos tutti juice a reklámjában ki van sípolva valami. Én meg arra asszociáltam, hogy mondom, akkor biztos tudod káromkodást, tudod, hogy rájátszak erre, és akkor jó, akkor megcsinálom én a reklámot, és akkor ennyi igaz. Tehát indultam én el. Az egy nagyon rosszul sikerült reklámkampányunk volt amúgy, tehát csak szeretnét, szeretnétek ilyen kulisszák mögött, a titkos Tutti Zsúz ez nekünk egy nagyon komoly mínusz, tehát egy óriási mínusz. Az a tévében is szerepelt az a reklám, azt tévében készítettük, nagyon komoly áron, nagyon komoly összegekért, Pff, szarra sem mentünk vele, tehát semmi értelme nem volt annak. Mindegy. Én lehet, hogy az én reklámomat kell majd bejátszani. Csak hogy, csak hogy figyeljük az időt is. Igen, Nem igen. múlhat el egy egy beszélgetés veled, anélkül, hogy fel tépnénk egy régi sebet, mert mindenképpen akartunk veled Jaj. beszélni a, a szlájmozásról. És arra a korszakról, ö, szóval, hogy nagyon-nagyon sok videót csináltál, ugye volt ez a minden héten két ez napon. Szerda, Slime Szombat, így van. Pontosan. Ö, mi volt a slimeok -ok sorsa, miután? Itt van a szekrényben bent. Mindegy. Ami megrohadt, az. Ö, megint érdekes téma. Pont egy hete mondta a barátnőm, hogy ki kéne. Itt van bent még egy szoba, ott szokott játszani, vagy ha videózunk, ott van. Annak a, van egy óriási nagy falnyi szekrény, tele van szlájmal. Rengeteg mennyiségű szlájmal. Én a mai napig nagyon szeretem a szlájmokat. Én a mai napig követek Instagramon, TikTokon szlájmos oldalakat, és nézem. Ez figyeljetek, olyan, mint aki bírja az ESM-t, és hallgatja. Van, akit a hideg, például engem. Csináltam én a videókat, szerintem bah, én nem bírom. Van, aki szereti, hogy TikTokon üvöltöznek, és akkor kinek meg több like, meg több rózsa, vagy mit tudom én is reggeltől estig ezt nézik. Én imádom a okat nézni a mai napig. És hogy emlékszel vissza erre a korszakra, mondjuk, amikor a, az Erdély Monikával, meg a gyerekével ott álltok a millenárisban, és együtt kavarjátok gyújátok. a slime a vödörben. A slime Körültetek show... Körülöttetek meg több száz kisgyerek. A slime show az megint egy olyan, ami tényleg egy sebb bennem, rajtam, ö, az egy borzalmas rendezvény volt. Egy nagyon rosszul megszervezett, nagyon félrement, borzalmasul kommunikált, csak is cash grab rendezvény volt ebből én nulla forintot láttam. Bocsánat, lehet, hogy adtak benzinpénzt, hogy felmenjek Miskolcra a Budapestre. Ö, én ezért léptem ki az összes plate, mind show, nem tudom, ezt figyeltétek-e, de én semmilyen rendezvényen nem voltam ez a videós ott. találkozó, ez már más konstrukció? Ezt mit csináltuk? Ezt Aha. figyeljetek, a rendezvényekre annyit kell tudni, hogy... Ezek Bocs, a... hogy össze-vissza kérdezlek, de minden érdekel, vigottan fejts ki. Ö, e ezek a rendezvények, és lehet, hogy ezért kapni fogok majd a rendezőktől, de itt a java része, amikor eladták a gyémánt már 20 ezer forintokért, és az az volt, hogy ihatták kék színű vizet, meg piros színű vizet, a pofámra égett a bőr. Tehát, hogy ja, ja, és azt tegyük hozzá, hogy egész napra beosztottak minket robotikusan dedikálni. Na most egy régi plét... Meg fix gázsért mentetek, nem? Fix gázsért, persze. Várjál, az elején, az elején nulla gázsért. Az elején azt mondták, hogy eljössz, akkor kapsz ingyen belépőt, egész nap dedikálsz, mint egy robot, toljuk rátok a 8000 embert, amennyi volt egy kétnapos plétem, vagy lehet, hogy már több, és akkor kaptam érte, talán az első plétemért 10 forintot kaptam, amiből ja, benzin költséget nem, tehát drágább volt fel is lemennem Miskolc-Budapestre. Viszont tudod, ez ilyen presztis volt annó, hogy Igen, elmehettél meg a plétre. Megvoltam voltam hirdete, ott volt a fejem, ez, ez kezdő videósként ez egy, ez egy ilyen dolog. Viszont nekem elegem lett ebből, kipróbáltak már mindent, fizetős dedikálás. Tehát ezeket nem vétózhattuk meg. Mi meg voltunk hívva, és az, hogy mi lesz a program, az volt, hogy aznap derült ki, hogy én 8-tól 4-ig a dedikálózónában ülök, ebédszünet nincs, vagy ha van, de a prémium jegyesek bemehetnek a videósok közé, miközben esznek. De... <síns> <síns> ez a videós simogató poén, ez innen jött. Igen, és ezt, de és ez, ez ezt amúgy nem ilyen kicsit ilyen dance monkey dance szituáció? De, amúgy... mint egy bohóc úgy éreztem magam. Uh -huh. És szerintem a fizető embereknek sem volt jó, hogy én éppen tényleg a fejfájás közepettem mert mindenki vakuzott. És tudjátok milyen nézés, amikor ezerszer szembe vakuznak egy nap? Nagyon durva begyulladt a szemünk, fájt a fejünk, stb. Ja, meg a 40x fokról ne is beszéljünk, hogy ventilátorokkal izé akkor a fület fájdult meg. Bo borzalmas emlékek. Én azt mondtam, hogy köszönöm szépen soha többé. Ö, viszont csináljunk egy rendezvényt, mert igény viszont erre van. Nézzük, hogy mi az az igény, amit szeretnek az emberek. Legyen a jegy olcsó, legyen a helyszín színvonalas, amennyire az adott város és büdzsé engedi, legyen a műsor olyan, ami nem hosszú, hogyha a szülővel van a gyerek, akkor végig bírja ülni, legyen ott ö, neki a szülőnek, ha jön büfé, vagy ahova ki tud ülni. Tehát a videós találkozót azt mi... A, akiket említettél videósokkal, meg a videósbolttal csináltuk meg közösen, ott viszont ö, mi mondtuk meg azokat a dolgokat. Mi felelünk a műsorért, mi felelünk a dedikálásért, az jegyjárakért, ugye 2500 forint a VIP egy kicsit drágább, de ott arra nagy, tudjátok, hogy mennyit veszekszünk, hogy a VIP egynél, amit adnak merchandising, az körülbelül olyan értékű legyen, mint amennyibe, pró... tehát egy mozi egyhez próbáltuk mindig belőni ezt az egészet. Ez nem egy tömegrendezvény, ahol ledaráljuk az embereket, hanem itt van idő beszélgetni, fotózkodni, amit szeretnének. És szerintem most nem régen volt pont, hogy Dávid elhívta valami streamert, nem tudom, tudtok-e róla, most az egyik videós Gogut. Találkozón igen. volt. Gogut, igen, én nem igen. ismertem, sajnos. Meg flash is uh, volt, igen. Nem, nem ismerem így <kül> őket, én nem is igen, nem igen, tudom, igen, hogy igen, hogy igen. néznek ki, csak a, mondták a srácok, hogy ott ülnek hátul. Uh, azt hallottam vissza, én megkérdeztem Dávidot, hogy neki mit mondtak, hogy a ez nagyon rosszul esett, hogy a, a kahú tetszett neki. Az az egyetlen dolog, ez nincsen közünk, és olyan kérdések vannak benne, van, hogy villám megvinnek, milyen a színe, tehát az, amit a leghamarabb ki akarunk cserélni, mert borzalmas. Mindig megpróbálunk erőnkön felül valami érdekes műsort kitalálni és megcsinálni. Nagyon fárasztó egy ilyen. Tehát nekem pénzben, egyáltalán nem jön ki ez pozitívba, hogyha beleveszem azt, hogy utána nekem pihennem kell egy napot, mert higgyétek el, amikor két napon keresztül reggel nyolc-tól délután hatig, hétig te egy színpadon vagy és dedikálsz, színpadon vagy dedikálsz, színpadon vagy dedikálsz, és ez két napon keresztül, és ledarálsz mondjuk 2000 embert, találkozva. Szia, hogy vagy, mi újság, tetszett a műsor, jól érzed magad, igen, tessék. én álmomba is dedikálok. Tehát már itt videósok között poénkodunk, hogyha becsukjuk a szemünket, már a, a szervező eladta oda is egyet, nem viccelek, tehát ha becsukom a szememet ilyenkor, nekem jönnek az emberek, arcalanul is, és, és felriadok álmomba, viszont a 99%-a ezeknek mindig nagyon pozitív. Tartunk utólag felméréseket, ott megkérdezve, jól érezted magad, a szülő jól érezte magát. És például a, Kecskeméten, meg ilyen helyeken a Sheraton Hotelbe szoktuk megrendezni, gyönyörű terem. Szerintem színvonalas az adott módján. Természetesen nem egy rock opera, de nem is olyan árban vannak a dolgok. Úgyhogy uh, itt a rendezvényekről csak ennyit. A slime-ról pedig annyit, hogy a mai napig nagyon-nagyon szeretem. Uh, az, hogy én csináltam slime szerdát és slime szombatot, és uh, így napokhoz kötöttem ezt, ez egy nagyon hülye ötlet volt, soha többé. Köszönöm szépen. Uh -huh. Igen, uh, túlvállalhatod, nem? Túl. Nagyon. Nagyon túlvállalhatom, és ha nem csináltam meg, komolyan leszittak. Ez olyan, mint a hat órakor késik a videóm, és ha késik hát három percet, de durván, kérlek. tehát, hogy ilyen, <laughs> ilyen minden elküldenek a, oda. Ha nincs <laughs> meg. Még szerintem így zárásnak, mert nagyjából már ott tartunk, gondolom. Még egy utolsó ilyen, <laughs> hát viszonylag ilyen komolytalan kérdés. Számodra mit jelent a jágerség? Hogy jó indulattal, jó kedvel éled az életedet. Én, én, ezt, én ezt, én, 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 erről, én ezt úgy gondolom, hogy aki engem néz és ismer, és nem tíz videó után, hanem látott mondjuk 500-at, vagy 2300 videón van, vagy mennyi, uh -huh. nem is tudom, Szannyi. rengeteg. Ö, ha csak egy x százalékát látta, az tudja, hogy én mindig próbálok pozitívan hozzáállni a dolgokhoz, és mind, ezt szeretném átadni mindig mindenkinek, hogyha teheted, akkor érezd jól magad, neves, Figyeljetek, az életben én úgy gondolom, az elmúlt három évben öregettem, vagy et az biztos, vagy többet. De én úgy gondolom sajnos, és ezzel nem értenek, például a barátnőm sem értenem egyet, hogy a, a, boldogság az kettő rossz közötti szünet. A kettő olyan dolog között, ami, ami rossz lesz. Ez legyen egészségügyi, ez legyen üzleti, ez legyen családbeli, ez legyen szerelembeli bármilyen. És én ezt a boldog pillanatot szeretem úgy megélni, hogy azt mondom, hogy ez egy királyságos uff volt, vagy már nem tudom milyen uff volt. És lehet, hogy ti vagy mások azt gondolják, hogy ez borzalmas, és én tönkreteszem a világot ezzel. Én pedig úgy gondolom, hogy ha egy kis nevetést tudtunk ezzel csalni, vagy én nevetni tudtam, és más azon nevetett, hogy egy, milyen hülye vagyok, kettő, neki is tetszett. Ezt jelenti az jágerség, de mostanában évek óta nem nagyon beszéltem erről Nem tudom, ezt ez elkopott. -e. Elkopott, mivel, hogy én is, én is úgy éreztem, hogy ez, ez már nem szükséges. Ez az elején mindenkinek volt egy ilyen, és tudjátok, ez a csorda szellem mondanám azt, hogy engem is bevonzott. Hát szerintem erre gondoltam, Vagy amikor azt mondta, hogy szektát épít. az volt, nem? de, vagy a törzsfőnök. Szerintem körbeértünk egy kicsit, de Ti is, ti is, ti is ezt csináljátok, nem? Neked is, ne van. Nekem nincs Márkád, semmi. de hogy nem, nem. de figyelj, nekem egy mörcsöm van, amire annyi van írva, hogy TRC. Ezek egy olyan, olyan pólók, mint hogy egy designer cuccok lennének. Tehát, hogy a, aki, akik nem ismernek nagyon mélyebben engem, azok nem, nem is tudják azt, hogy nem is tudnák azt, hogy mondjuk ez bármiért. Tehát, hogyha valaki uh -huh. mely az utcán, az nem fogja felismerni, hogy ez egy videós merch. Uh -huh. <laughs> Például van egy olyan, olyan mintám, ahol semmi nincsen ráírva, csak egy minta van rajta. Igazából. Uh -huh. Mert hogy én azt akarom, hogy csinálok egy mörcsöt, akkor az hordható legyen, konkrétan mindenki számára. És én is azért járok ezekbe a cuccokba, mert kurvára tetszenek. Na, meg uh -huh. a meg megcsináljuk a grafikusokkal, megcsináljuk a mivel, és én is gondolkozok azon, hogy milyen következő olyan dolgot lehetne, ami két jól néz ki, szerintem. Uh -huh. Például azt, az, ugye a mostani videóimban nem nagyon látok rajtam videós boltos merchet, Nem, csak szerintem. A így van, de én ebbe járok. Tehát én most innen fel fogok állni, és én elmegyek innen, és én ebbe vagyok, mert nekem ez az életem, nekem ez a büszkeségem, nekem ez a márkám, és én is úgy gondolom, hogy aki szereti ezt az üdítőt, az ugyanúgy egy helyes pólóba elmegy, mint egy tutti -júzosba. Lehet, rosszul gondolom, de én ugyanígy gondolom ezt az egészet. Üm, úgyhogy lehet, igen, körbeértünk, üm, viszont akkor nem mondhatjuk úgy, hogy ez egy fejlődés volt. Ez egy fejlődés és, 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 és ez egy jó irányú mozdulat? A ti szemszögetekből? Figyelj, én úgy gondolom, hogy ki tudtad használni azt a hátszelet, amit adott neked ez, amire mondjuk, amit most már nem biztos, hogy így csinálná, és most egy olyan új feladatod, egy olyan új motivációd van, ami mellé ugyanúgy elfér ez, csak már nem akarod kiégetni teljesen az agyad, hogy mindenfajta dolgot bevállalj, esetleg saját magadból bohócot, viccet csinálj, és, és, és szerintem mind a kettőt próbáld úgy egymás mellett vinni, hogy ez még számodra hozható legyen. Én ezt látom jelenleg. Uh -huh. De ez nyilván a... ettől függetlenül lehet olyan, ami mondjuk, ami, amit kritizálni lehet például, ha e szeretnél egy kritikát a videókkal kapcsolatban, nem tudtuk megfejteni, hogy a gameplay videókban a te fészkemed, az miért mondjuk a videó, jobb sarkában lent van, és te jobbra nézel, tehát kifelé a képernyőből, de közben meg középen megy a játék. Tehát miért ott van a kamerám, miért nem itt mondjuk? Nem, hanem hogy a képernyőn, ugye a videóban, a vágott videóban, a te kis webcamed vagy facecamed az mondjuk a jobb alsó sarokban van, és te elfelé nézel. Tehát, hogy nem a játékot nézed, a te perspektívád az ki a videóból. Én Legalább, tudok mutatni screenshotokat. Ja, ne, ne, ne egyszer, ide, berakok, ide, beraktam a csetre egyet. Na, csak hogy így, itt van. Aha. Érdem. De hogy így nagy, tehát, hogy teljesen más mindig. ilyen, tehát hogy így nem, nem érdem, kifele nézel így a képernyőből. Na, figyeljetek, ez egy teljesen olyan dolog, amire nem tudok választani. Én észesen vettem, holott pár ezer videót már megvágtam ha ez zavaró lehet nézői szemből, de meg kicserélem majd. Innen Nem, az, nem csak, csak mondom, tehát, hogy, hogy bár, bármilyen szintre is jutsz, akármiben mindig lehet olyan, ami, ami feljön, Imádom. kritika, új dolog. Figyeljetek, én tényleg, tehát, én, ahogy szerintem egyszer írtam is neked, hogy én nagyon szívesen beszélgetek arról, hogy mondjuk bennem mi a rossz, és szerintetek, mit változtassak én, ha ezt nem úgy fogalmazzuk meg, hogy paszízű hanem úgy fogalmazzuk meg, hogy szerintem bla 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 bla. Tehát azért jöttem én most ide, pedig nagyon sokan mondták, hogy ne tegyem, én itt vagyok, azért, hogy megbeszéljük azt, hogy ez miért faszízű, vagy hogy miért kifele nézek, vagy hogy régen mit csináltam, hogy csináltam, hogy nem csináltam azt én erősnek mondanám, hogy kihasználtam, mert én ezt nem tudom neked elmondani, és elhiszem, hogy külső szemlélőként ezt nem tudod elhinni, de nekem soha nem fordult meg a fejembe az, hogy én ebből vagy bárkiből hasznot húztam, vagy hasznot húzok. Tehát, hogy én nem úgy ültem le ide, és nagyon sok videóst ismerek, aki szarik az egészre, csak azért csinálja, ahogy ugye régen mondták, only in it for the money, ugye PewDiePie-nál is volt ez a mém, um, én egy pillanatig nem érzem úgy, én egy pillanatig nem úgy csinálom, elhiszem, hogy külső szemlélőként, amikor figyeltek, leírják egy rendezvény, hogy mennél kapálni, ez nem is munka, ingyen élő köcsög. Öm, én úgy gondolom, hogy rengeteget dolgozom, mind a tutti zsúzzal, mind a, a, a videókkal, az a napi több óra, ha szenny szerintetek, vagy más szerint, akkor is az napi több óra munkám. Öm, itt van felettem pont egy kép, a barátom, amit csináltatták, hogy végre hétfő mehetünk dolgozni, én imádok dolgozni, én imádok, imádok ülni és csinálni valamit, imádok egy problémát megoldani, és imádom azt is meghallgatni, hogyha valaki leírja, hogy na, hát ez kifele nézel a kamerából, bazd meg, de hülye vagy. És akkor jó, tényleg igazad van, halad, én észre se vettem, nagyon szívesen fogadom ezt a féle kritikát, amikor így elmondják, csak Nyilván más, amikor szórakoztatni kell, és meg amikor az ember mondani, így komolyan hogy, le tud ülni. Igen, hogy ezt egy kicsit akkor a ferdetükör visszafelétek, hogy én értem, amit csináltok, és értem azt is, hogy ennek nagyon sokszor erre szükség van. Ö, ö, ezt pont Bencével beszéltük, őt említettétek, azért mondom, hogy ő, ő kifejezetten mindig mondja, hogy szükség van erre, hogy ugye... Ö, megmutasd, hogy te mit csinálsz, és az rossz lehet. Ez azoknál teljes mértékben igaz, akinek egyértelműen látszik, és nem szeretnék neveket mondani, ti biztos jobban otthon vagytok ebbe, aki csak azért csinálja, hogy, vagy szarik rá, hogy szerencsejátékozik, meg minden videójában más, meg mit tudom én, micsoda, és tudjuk, hogy fiatalok nézik, és nem állítja be azt, hogy mondjuk 18, vagy mit tudom én. Rengeteg ilyet láttam, és rengeteg Ilyen becsalódok, Vagy aki képeket csak ki és beszél nézőivel. Nyilván ezeket De, szoktuk tudjuk, problematizálni. Ezeket ez, is ugyanúgy meg szoktuk beszélni na, és tematizáljuk. Na, ez az, ami rettenetesen fontos, és ez szerintem ez nagyon jó, hogy az ilyenekre kitértek. De itt velem kapcsolatban én mindig érzem azt, hogy egy, a kritika részét elfogadom, az ahogy azt nem, és nagyon sokszor nem volt utána nézés szerintem a dolgokra. Ha jól tudom, Bandi, mondtad rám, hogy én a pénz, hogy éppen hogy megélek ezekből, és akkor megyek tovább, holott a pénz java részét eladományozom. Nagyon sokszor kiírom, mm. és rengetegszer nem, nem írom mm. ki. Mm. Én sok-sok millió forintot adtam már a csatorna nevében, és sokkal többet adtam a magánnevembe. Gergő, figyelj, sajnos nem jutott időnk erről hosszabban beszélni, de csak hogy egy perspektívát kapj tőlünk. Mi azért nem gondoljuk egyértelműen jónak a jótékonykodást publikusan, mivel, ö, és mi sem tesszük így, mert elég könnyen öncélúvá válik ez, a ez dolog. Tehát ennek, ennek olyan van, hogy az emberek nyilván jót gondolnak rólad, miután te ezt, Nem mindig. Ezt jó, igen, tehát hogy igen. az én fejemben mindig az van, hogy valaki létrehoz egy videót, hogy izé csöveseknek ad forró teát, meg rájuk rak egy, Nem meg odaadja a Mindegy, tehát hogy akár a Zsó vagy a, a, még a nud lesz csinálti és, és, hogy, és akkor nyilván a kommentek, hogy te vagy a világ legjobb embere. Na, aztán... Eh, önszopá, nyilván, á, van, van, Igen, és akkor van mondjuk az, amit te csinálsz, hogy, hogy összegyűjtöd a közösséggel együtt a pénzt, és akkor odaadjátok egy, egy menhelynek, vagy egy, vagy bölcsödének, vagy valami, ami jóval szebb, de természetében hasonlóan hasonló dolog történik, hogy te utána a komment szekcióban megkapod azt, hogy úristen, milyen jó ember vagy. Érted? So, te, ez, ez, egy ez nagyon Reklám. Be, ezt teljesen egyetértek vele. E, azért mondom, hogy én ilyen videókat soha nem csinálnék, vagy kávét adok, vagy mit tudom én. De... De fül... just, igen. Tuti azt nagyon szívesen adok. A, az az, 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 CSR, jó? Az, az, fontos. Értem. De igen, de például, amikor a, amikor a bölcsödének ajándékoztad a 250 ezer forintos izét, ott is vittél raklap tuti juice. Tehát, hogy értem, hogy az még mindig te vagy. Nem, a bölcsödének nem vittünk tuti Hát az adusoknak vittél. De igen. az nem egy raklap, csak pár darab volt, és az egy személyes. Ez egy karton volt, bocsánat, 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 karton, ne karton, hallgond, karton, hát karton, az most... Igen, az igen, volt igen, a Csak hogy magad tudod, hogy nem, nem is az adomány része, hanem... Hanem, te, hogy a termék megjelent abban így, is, van. ami úgymond egy a jótékonysági videó. pontosan. Szóval Lehet, hogy te így, ezt nem így látod, de ja. mi kívülről meg nyilván problémát Oké, okay, csak volatívály. ez nem a... Figyelj, hogyha én azt mondom, hogy én tudtam venni a gyerekeknek a, a játékot, is abba adtam egy kartont a dadusoknak, szerintetek ez egyenrangú, egy... akkor még 4500 forint volt egy karton, tehát én géneltem abból annyi eladást, vagy, vagy bárhogy nem is ez, de mégis érted, ott van. Tehát, hogy benned tehát, hogy mit, honnan tudja nézni hogy a külső személő, hogy te ezt kifundáltad ravaszul, hogy mivel ez a videó sok emberhez el fog jutni, több, több mint százer ember megnézi, te ott megjeleníted a saját termékedet is. És, és hozzá egy pozitív üzenet társul. De van akkor én így... személy nélkül, mert akkor ha én megjelenek, akkor meg az én márkámat erősítem, viszont az egyetlen célja ezeknek a videóknak, és azért mondom, hogy tízből én ha egyről csinálok posztot vagy videót, az is csak azért van, mert van, hogy a szupercsetekből összegyűlt pénzt adományozom el, és szerintem akkor el kell számolnom azzal, mert én egy donétet sem tettem el soha, egy feliratkozási pénzt sem tettem el soha, nincs rá szükségem, nem is szeretném, nem is, kérném. Én azt mondom, hogy ha valaki akar, akkor hajrá, én azt úgy is eladományozom valahova, méghozzá le se számolom belőle azt a 70%-ot, vagy mennyit, vagy 30-at, amit elvesz a YouTube, vagy ki tudja, hanem az, az, arról muszáj valamit küldenem, mert én úgy érzem, hogy ezt nekem azért adták, hogy én azt továbbadjam valami jóra, és felhívjam rá a figyelmet. Tehát, hogy nekem ezekkel a videókkal csak is kizárólag az a célom, vagy akár ezzel a poszttal, hogy most a Baráthegyi Alapítványnak segítettünk, hogy felhívjam rájuk és a munkájukra a figyelmet, és ha esetleg mindig elmondom a videókba, ne pénzt adj, menj el, segíts, oszd meg, beszélj. Én szerintem, ha mindenki így élné az életét, hogy próbálná olyanra felhívni a figyelmet, amivel utána segíthet, én nem hiszem, hogy szereztem bármi pozitívumot, lehet, hogy írtak nekem kettő kedves szót, de akkor, ahogy ti mondtátok, a videóim alatt is leírek, hogy én vagyok a legjobb. Akkor nekem miért kell, hogy még valaki leírja, hogy én vagyok a legjobb? Tehát ez egy nagyon nehéz dolog, de még egyszer, én rengeteget jótékonykodok, anélkül, hogy egy mukkot szólnék bárkinek is, mert ez az én dolgom, ez az én pénzem, én odaadom, oda megyek, úgysem, viszont ha van egy közönség, akit meg tudok szólítani, akkor természetesen, hogy szeretnék, az szeretném az ő figyelmüket is felhívni erre az egészre, hogy esetlegesen ők is csináljanak valami jót. Azt, hogy megjelenik egy karton tutti a videóba, Bocs, de én azt, én azt nem tudom. Tehát. E, tudjátok, hogy hány száz embernek küldünk ki fél évente rám ér, hogy ők. Most ezután tudom, hogy fognak jönni az üzenetek, kérlekne, de hogy ők szegények, ő erre vágyik, nem kapott karácsonyra, pedig szeretett volna. Én a java részének elküldöm. Ha születésnapi videóról van szó, a pofámról égne le a bőr, ha én ezért pénzt kérnék. Ezért szia, Boldi, nagyon boldog születésnapot kívánok neked, örülök, hogy tetszenek a videók, boldog születésnapot. Ezért valaki pénzt kér. Én annak beverném Hogyna a... tudjuk is. Én a... többször is dealeltem ilyeneket például a tesókkal, de szerintem Na. velük te jobban vagy, vagy ismered őket. Juh. Ne, ne, ne sérteges kérlek. Én az apukától kértem köszöntőt, de azt az már nem akarták. Figyeljetek, én akivel jobban vagyok videósnak, azokkal én együtt videózok. Tehát ennyire egyszerű tudni, hogy én kivel vagyok jobba. a tesókkal nem. Ezt kikérem magamnak. Köszönöm szépen. Minden, Csak azt mondom, én... hogy esetleg megjelenhettek egy rendezvényen, vagy ilyesmi. Egy, Egyetlen egy rendezvényen jelentünk meg. Az egy falunap volt, ahova szintén azért mentem el, mert a, megkért a polgármester, hogy menjek el. Semmiféle pénzbeli ilyen komoly juttatás. Semmi viszont videós találkozóra nem jöhetnek. Uh -huh. Tehát ahova én megyek, fellépőnek ők oda, amit én általam belenyúltak a szervezésbe, én nem megyek. Csak olyan emberekkel, akik én felvállalok, mint barátom. Legyen ez a videós találkozó összes videósa. Tehát ott azért nem láttak olyan más videósokat, mindig csak az unalmas csapatot, mert mi azokkal vagyunk hajlandóak megjelenni. Világos, világos. Ugyanígy a rendőrségi videókra nem tértünk ki, Szintén az is lehet, hogy megjelent benne, tutti is még szerintem még nem is volt az elején. Nagyon sokat dolgozunk együtt velük, és nagyon szép számokat generáltunk a fiatalok és fiatal felnőttek elérésébe, amit a rendőrség sok tízmillióval nem tudott elérni. Na most én abból nem kaptam egy fillért se, sőt, nekem volt megtiszteltetés, hogy velük dolgozhattam, mm -hmm. és azt a mai napig csináljuk. Um, Szerintem Félek, ez is egy ilyen dolog. Nagyon sok olyan dolog van, amiben most tök jó, hogy meg tudtunk téged hallgatni, és az álláspontodat megismerhették a nézők is, de nem tudom, hogy elismered-e azt, hogy, hogy sok mindent külső szemlőként az ember láthat másként, és ugye te ezt nehezményezted mindig is, hogy mi miért látunk bele más, mint ami, ami szerinted. Ettől függetlenül nyilván a szavak, azok hát nem mindig ugyanannak, mint a tettek. Tehát, hogy a tetteik igazolnak minket, ha, amikor valaki valamit megfogad és megígér, akkor utána látni fogjuk, hogy megteszi-e, vagy nem. Úgy, hogy kicserélem, gondolom, a... Hogy... A kicserélem a facecamot, ígérem. <laughs> Szuper. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy jó volt ez a beszélgetés. Én, én szerintem ez nem ment el rossz irányba, vagy nem volt negatív hangvétele, szerintem érdekes volt meghallgatni téged, viszont van egy szegmens a műsornak, amit tök lenne visszahozni. Lehet, hogy erre most nem számítasz, de azért feldobom, még mielőtt kiköszönünk. Ez a gyújtsunk fényt az éjszakába, ahol mi is próbálunk egy picit jó dolgot tenni, és hogyha van egy olyan csatorna, aki szerinted több figyelmet érdemelne a Youtube-on, azt most elmondhatnád, megemlíthetnéd, és a leírásban ott lesz majd a linkje. Jaj. Én, én ahogy mondtam is, én nem nézek így, hogy csak görgetek Youtube-ot és nézek, én exaktul nézek pár ember csatornát, akiknek uh -huh. óriási és külföldiek, tehát én magyar Youtube-on csak a ismerőseimet követem, nézem, ha velük együtt játszunk, tehát nagyon-nagyon sajnálom, de én nem tudok, esetleg van itt ti ajánlatok, és nagyon szívesen megnézem én is, és és akkor együtt megnézzük, és a komment szekcióban leírom majd a véleményemet, ha ez uh -huh. így lehetséges. Hát, hogyha ami neked tetszen, azt nem biztos, hogy tudunk ajánlani, de hogyha nevetni szeretnél, akkor esetleg a hírmeség csatornát tudom mondani, Jó. ami Megmenni, biztosan meg. Meg, meg, meg fog nevetetni Meg a Palóc videótékát. Igen. Palóc videótéka, meg hírmesség. Uh -huh. Hírmesség, igen. Jó. Elég quality szerintünk. Jó. Megnézem, szóval... és a ma kommentelek majd egy Köszi. Hogy tetszett. Én, jó. és elnézést nem készültem ilyennel sajnos. Ja, nem, 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 szóltunk előre, én gondoltam, hogy hozzuk vissza ezt a dolgot. De. De. Jó, az egy kerek volt szerintem. Jó. Vanni maradt benned esetleg kérdés, vagy? Nem, nem, nem. Hát Gerő, köszönjük szépen, hogy elvállaltad ezt, a dolgot. Köszönöm remély, a meghívást. Reméljük a hangsávot is elküldöd. <laughs> <laughs> hogy akkor mindenféleképpen jól legyen. Benned maradt-e valami, Gergő? Én ahogy írtam is, hogyha van esetleg bármi olyan bífetek velem, akkor inkább írjatok, kérlek rám, eljövök, nézzük meg együtt, vagy mit tudom én. mint hogy csináltok róla egy ilyen ócsároló videót, amit, amit nem tudok. Nem tudok érdemben véleményezni, ha lehet egy ilyen észrevételem, de ez teljes mértékben a ti döntésetek. Az biztos, hogy értettem sok mindent meg a ti álláspontotokból is, ami szerintem amúgy nem történt volna meg. Úgyhogy én is úgy gondolom, hogy ez egy jó beszélgetés volt. És köszönöm. Na, ennek örülünk, és remélem, hogy ti is, vagy remélyik, hogy ti is élveztétek ezt a beszélgetést, írjátok meg, hogy mit gondoltok. Küldtettek nekünk téma témajavaslatot, szokás szerint a cringebait podcastuk az gmail.com-ra, hogy a heti kringésben esetleg milyen témákra reagáljunk, vagy beszélgessünk meg. Ezt az adást megtaláljátok ugyanúgy a Spotify-on és az Apple Music-on, a leírásban található linkeken, és nyilván azokon a platformokon is. Gergő, még egyszer köszi, hogy eljöttél. Én is köszönöm. Nektek pedig uh, további szép napot, vigyázzatok magatokra, vegyétek a ceteket. Sziasztok! Sziasztok! Ha túl Yeah!